Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket itt a Műegyetem Fizikai Intézetének nagy előadójában, mondhatnánk, hogy a szentélyben. Hertlein Károly vagyok, a Műegyetem Fizikai Intézetében van egy demonstrációs laboratórium, annak vagyok a tanszéki mérnöke, és a feladatom az, hogy évközben a hallgatóknak a fizikaórákon a kísérleteket én mutatom be és magyarázom el. Van a Műegyetem Fizika Intézetében egy tehetséggondozó program. A tehetséggondozó program az laboratóriumi mérésekből, számításokból áll, egy emelettel följebb. Úgy szokott záródni, hogy a legutolsó előadás az itt, az F29-ben van. Ez hosszú-hosszú évek óta van, és tavaly előtt jutott eszembe, hogy hát miért nem is hívunk meg embereket, miért csak 25 ember ül itt ebben az előadóban, és akkor tavaly volt, hogy először nyilvánossá tettük ezt az előadást. Tavaly az előadást interneten is lehetett követni. Idén egy más utat követünk, és nagyon szépen köszönöm a Puskás Tivadar távközlési technikum videostúdiójának, hogy eljöttek. Rögzíteni fogjuk ezt a felvételt, a kamerák már most is forognak, és ezekből egy DVD fog készülni, amelyet az iskolák ingyen letölthetnek majd a honlapunkról. Úgyhogy amit még szeretnék megköszönni, az Elműémásznak a támogatását, amely segítségével jött létre ez a mostani rendezvény. Az Elműémászról annyit szeretnék mondani, hogy a két vezérhajója az Elműémász oktatási projektjének a Fizibusz rendezvény. Pontosabban a Fizibusz ez egy olyan kis busz, amely fizika szertárnak van berendezve, és minden általános iskola egy e-mailért, hogyha elküld egy e-mailt, vagy küld nekünk egy faxot, akkor kaphat egy előadást, egy másfél órás fizikasót. Ezt a fizikasót a Fizibusz egyszemélyi embere, Tóth Pál barátom csinálja, ővele közösen találtuk ki ezt az egészet. Ezen kívül szeretnék itt még elmondani annyit, hogy a Fizibusz mellett van egy energiasuli.hu oldalunk, ahol fizika kísérleteket és fizikával kapcsolatos feladatokat lehet látni, illetve most fog indulni nem sokára az energiasulinak a fizika versenye, amelyhez iskolák csapatainak jelentkezését várjuk. Ez egy háromfordulós verseny lesz, amelyben az elsődleges a fizika eszközök építése. Tehát nem olyan kísérlet, nem olyan fizika versenyt fogunk tartani, ami általában egy átlagembernek, egy diáknak eszébe jut, hogy bevonul egy szobába, és összevont szemöldökkel példákat ír meg, vagy esetleg tudósokról adatokat próbál előbányászni a fejéből, hanem taneszközépítésről szól az egész verseny. Tehát aki olyan értelemben erőt érez magában, azokat várjuk a versenyre. Tehát az energiasuli.hu, illetve a fizibusz.hu oldalaknak a meglátogatását tudom javasolni. A mostani előadásomban pedig olyan kísérleteket gyűjtögettem össze, amelyek hát egyik részről motivációs kísérletek. Ezek a motivációs kísérletek próbálják megmutatni nekünk azt, hogy a fizika az mégiscsak tud szép lenni, és lesznek olyan kísérletek, amelyek egy az egybe fizikaórára beilleszthetőek lesznek, és ezeket a kísérleteket ajánlom mindenkinek sok szeretettel, és ha fizikaórán esetleg ettől könnyebb lesz majd felelni, akkor elérte az előadás a célját. Annyit szeretnék mondani, hogy én általában akkor érzem jól magam, hogyha sokkal több kísérlet van ide bekészítve, mint ami az órán bemutatható, és hogyha eszembe jut valami, akkor a legtöbb esetben én kiszoktam menni, kiszaladok és hozok még be valamit, úgyhogy ez az előadásnak része lesz, reményeim szerint egyszer biztosan ki kell majd menjek egy edényt behozni, mert az ott elő van készítve. És akkor még egyszer mondom, nagyon köszönöm a Puskás Tivadar távközlési technikumnak, a videósoknak, és hogyha az a megegyezés, hogyha valamiről lemaradnának, akkor majd nekem szólnak, és akkor megismétlük a kísérletet. Jó, akkor kezdjük neki a dolognak. Ahhoz, hogy a kísérleteket elkezdjük, én hoztam egy nagyon jó pofa szerkezetet. Ezt azért hoztam, nem bolondozás képen, hanem ha valaki esetleg utána néz, én az Indexen olvastam egy érdekes cikket. Idén, nyáron egy vitorlás versenyen, amikor elindították a vitorlás versenyt, ugye két dologgal szokás vitorlás versenyt indítani, egy dudával, egy ehhez hasonló dudával, és egy nyomjelzős rakétával. A duda az nem ilyen hagyományos kézzel pumpálós duda volt, megígérem, hogy többet nem nyomom meg, csak legfeljebb ijesztegetni fogok. Az ott sűrített levegővel, legalábbis a leírások szerint sűrített levegővel működik,
És ez a sűrített levegő volt, ami fölrobbant, vagyis azt jelenti, hogy nem sűrített levegővel működnek ezek a dudák, hanem kétfajta lehetőség van, vagy fluorozott szénhidrogének, vagyis az azt jelenti, hogy környezetpusztító gázokkal van tele, bár erre vannak ajánlások, hogy mit kell betartani, mit nem. A másik pedig nagyon egyszerűen bután nevű gáz, pontosan az, amivel az öngyújtókat töltik, vélhetően ilyen butánnal töltött dudával indították el a versenyt, és amikor ebbe véletlenül a duda mellől nem vitte el a gázt a szél, és amikor a robbanásnak a következtében ez berobbant, és aki a dudát tartott, annak leszakadt az ujja. Na most tulajdonképpen ez egy elég véres történet, elég, hogy is mondjam, csak borzasztó, és hát igazából nem ebbe akarok én, mint egy rossz újságíró tunkolni, hanem azt szeretném elmondani, hogyha valaki egy ilyen eszközt a kezébe vesz, és az van ráírva egy ilyen palackra, hogy sűrített levegő van benne, és az ember így megrázza és lötyög, akkor kezdjen benne kételkedni, hogy a sűrített levegő szobahőmérsékleten nem hozható folyadék halmaz állapotba. Tehát ez azt jelenti, hogy ebben biztosan nem levegő van. Egyébként a porpisztolyokkal, még fölhívnám a figyelmet, a porpisztolyokkal kezdett tök ugyanez. A kétfajta porpisztoly, ugye az egyiket azért nem javasolnám, mert robbanó elegy van benne, ugye ez a butángáz, a másik az pedig egy nagyon sűrű és nagyon bőrirritáló gáz. Tehát ez azt jelenti, hogy ha nem szellőztetünk, akkor közben még akár kimarhatja a szemünket, a toroknyálka hártyát izgatja, vagy ez ott esetben kiszorítván az oxigén meg is fulladhatunk. Tehát ugye a fizika tudás hatalom, és hogyha valaki nem tudja a fizikát, akkor pedig pórul járhat. Erről szólt ez az első rész, és igazából azt szeretném mondani, hogy kezdjük el a kísérleteket. Az első kísérlet az kicsit emlékeztet arra, amit tavaly diótöréssel kezdtünk, ha jól emlékszem, nem tudom, ki emlékszik még. Kinek van kedve diótörni? Egy önként jelentkezőt szeretnék megkérni, gyere ki, akkor légy szíves. Én hoztam néhány diót, és ezzel a dióval fogunk kísérletezni. A feladatod az lesz, hogy itt van ez az asztal, itt van néhány szem dió, és az lesz a feladatod, hogy egy ujjal kell így megtörni ezeket a diószemeket, vagy megpróbálni megtörni. Szóval az a helyzet, hogy ez nem annyira fog menni. Várj egy kicsit, most megkérünk valakit, aki egészen vékony, azt sem várnám, hogyha te kijönnél, te kislány vagy, gyere, tedd meg. Megnézzük, hogy a te egy ujjad mennyivel erősebb, ha fizikával megtoldjuk. Tehát akkor a kísérleti eszköz, nem haragszol, ugye? Nem a fenét, mi? Tehát akkor a kísérleti eszközünk az úgy fog kinézni, hogy ebbe a kalodába beépítettem egy fecskendőt, a fecskendő fel van töltve vízzel, és egy másik szintén vízzel feltöltött fecskendővel össze van kapcsolva. Az, amit te nem sikerült, hogy összetörjél, ezt szépen ide beteszem, és kérlek szépen egy ujjal nyomd meg. Nyomjad. Hát az a helyzet, hogy itt van, aha, recseg. Jó, az a helyzet, hogy próbáljuk meg még egyszer kicsit, úgy látszik az apró dió, de azt hiszem, hogy ott mindenki látja, hogy a diót sikerült megtörni, tehát ott az apró kísérletek ki vannak vetítve. Tulajdonképpen ez az eszköz, amit én magam bütyköltem itt a Hokedli sarkán foglaltok helyet, köszönöm szépen. Ezek az eszközök az emelőknek, a hidraulikus emelőknek a fizikáját mutatja meg. Ha valaki szépen utána számol, azt lehet tudni, hogy van egy nagyobb átmérőjű, meg egy kisebb átmérőjű fecskendőnk, amikor a kettőben ugyanaz a nyomás alakul ki, akkor az egyik végén egy sokkal kisebb erő, a másik végén pedig több mint 5,5-szer akkora erő fog ébredni. Ilyeténképpen nagyon könnyedén lehet ezt összetörni, ezt a diót. A következő kísérlet azzal fog foglalkozni, a levegő nyomásával foglalkozik. Van egy ilyen korongunk, és ez a korong, hogyha látesszük az asztalra egyszerű mozdulattal, akkor nem nagyon lehet fölemelni. Az a kérdésem, hogy elhiszitek ezt nekem, vagy van-e valakinek hangulata, aki kijön és kipróbálja, esetleg te megpróbálod? Gyere, próbáld meg. Az a feladat, hogy ezt a kampót így meg kéne fogni az ujjaddal, ebbe az irányba így fölemelni. Jó?
az a helyzet, hogy nem lehet, ne menj el, az az igazság, hogy megmutatom, hogy hogy lehet fölemelni, fogd meg a gumilapnak a szélét, és így emeljük föl, így viszont nagyon könnyedén föl lehet emelni. A kísérlet arról szól, ne menj el, tényleg ne menj el. Hát a kísérlet arról szól, hogy itt van egy gumilap, amikor én ezt megfogom, megemelem, akkor nem tud betódulni alá a levegő, és ennek a felületnek a segítségével egy viszonylag nagy nyomáskülönbség és egy nagy felület van. Ennek segítségével akár nagyon nagy terheket is föl lehet emelni. Ha megengedjük, hogy a levegő bemenjen, akkor könnyedén bemegy. Tehát egy nagyon egyszerű dolog. Tudod-e, hogy ezt lehet mindennapokban alkalmazzák is, ezt a jelenséget? Két helyen alkalmazzák, az egyik, láttál már üveglapot vinni? Üvegesek hogyan viszik? Pontosan ugyanez az elve, ott is egy gumitappancson, azok valamivel kisebbek. A másik pedig újabban megjelentek, ugye most síszezon van, síléctartók, amit a kocsira úgy lehet föltenni, hogy így rátesznek egy ilyen gumilapot, és akkor annak segítségével tudjuk rögzíteni az autónak kocsit. Na, köszönöm szépen, foglalj helyet. És akkor én arra gondoltam, hogy a következőkben egy olyan kísérleti sorozatot fogunk bemutatni, ami az elektromos árammal fog foglalkozni, az elektromos áram mágneses hatásával. A kísérletünk az első, az úgynevezett Örsted-féle kísérlet lesz, köszönöm szépen. Ugye 1820-ból származik ez a kísérlet. Egy Hans Christian Örsted nevű fizikus volt, aki észrevette ezt a jelenséget. Ő egy fizikaórát tartott 1820 elején, és ezen a fizikaórán, észrevette, hogy az asztalon ott felejtett iránytű, amikor bekapcsolta az áramot, másik irányba kezdte el mutatni az északi irányt. A kísérlethez ugye szükségünk lesz egy olyan tápegységre, ami annak idején Hans Christian Örstednek nem adatott meg, de volt már neki egyfajta kísérleti eszköze, ezt pedig úgy hívták, hogy voltaféle cellákból épített voltaféle oszlop, amivel igen nagy áramokat tudott létrehozni. Ezek az áramok olyan nagyok voltak, hogy egy vékony, egészen vékony platinaszálat izzásba tudott hozni. Tehát a fizika óráján ő akkor nem másról beszélt, mint arról, hogy az elektromos áramnak van hőhatása is. Igen. Nos, tehát akkor nekünk van egy olyan áramforrásunk, amely igen nagy áram leadására alkalmas. Ezeket a drótokat éppen fordítva sikerült fölrakni. Mi egyenáramot fogunk ezen keresztül folyatni, ezen a vezetéken. Ez a vezeték éppen észak-déli irányba van beállítva. Az észak-déli irányban folyó vezetékkel teljesen párhuzamosan fog beállni az iránytű, és az iránytű mutatja az északi irányt. Abban az esetben, hogyha áramot folyatunk majd ezen keresztül, akkor az iránytűnk egy másik irányba fogja mutatni az északi irányt. A föld mágneses teréhez hozzá fog adódni az elektromos áramnak a mágneses tere, és ennek két térnek az eredőinek irányába fog megállni az iránytű. Abban az esetben, úgy látszik az iránytűnk egy egész kicsit szorul. Jó. Az iránytűk már csak ilyenek, hogy néha megszorulnak. Az is lehet egyébként, hogy az iránytűnk nincs kellően fölmágnesezve, ezért most megmutatom, hogy hogyan kell egy tárgyat fölmágnesezni, tehát a közepétől az egyik pólussal kifelé fogjuk elmozdítani, majd az iránytűt is, meg a mágnest is megfordítjuk, és ezek után minden bizonnyal az iránytűnk sokkal precízebben fogja mutatni mindazt, amit szeretnénk. Igen. Jó. Ezt jelk úgy, hogy Murphy-féle kísérlet, bemutatás. Ilyenkor szoktam az ajtófej mondani, és azt mondom, good evening, Mr. Murphy. Tehát nézzük csak meg, hogy bekapcsoljuk akkor. Igen. Jó. Nos, a kísérlet ezzel indult, hogyha belegondolunk abba, igazából nem lehetetlen, csak ezt kell messzebbre vinni egy kicsit.
Na jó. Hát ez a része most nem úgy működik, ahogy szeretnénk. Az összes többi kísérettel nem hiszem, hogy gond lesz. Hát az a lényeg a dolgoknak, hogyha bekapcsoljuk az áramot, akkor az iránytű ki fog térni, és az észak-déli iránytól eltérő irányba mutatja majd az áramot, az északi pólust. Ha megfordítjuk az iránytűt, pontosabban az aláhely, tehát a vezeték alul, a vezeték fölé teszem, akkor érdemes megnézni, hogy miként fordul meg, és akkor rövidesen meg is fogjuk érteni, hogy mi ennek a magyarázata, ugyanis a következő kísérlet azt fogja megmutatni, hogy egy ilyen egyenes vezetőnek a környezetében milyen mágneses tér alakul ki. Ezt egy olyan kísérlettel fogom megmutatni, hogy ezt a nagy áramforrást elvisszük ide. Az áramforrásunkhoz hozzá fogunk kapcsolni egy kivetítőt. Pontosabban a kivetítőn itt levő vezetéket, és ebben a vezetékben fogunk áramot folyatni. Azt hiszem, ez nagyon szépen látszik. Ennek a vezetéknek a környezetében hincsünk vasreszeléket. Ez a vasreszelék szép egyenletes eloszlást próbálunk létrehozni. Azt hiszem, mindenki szépen látja, hogy egyenletesre sikerült megszórni a vasreszeléket. Kapcsoljuk be az áramot. Ha az áramot bekapcsoljuk, akkor néhány vasreszelék a vezeték közelében közvetlenül megmozdul. Ha egy kicsit kopogtatással segítjük ezt, akkor pedig szépen a vasreszelék ki fogja rajzolni a hosszú egyenes vezetőre merőleges síkban azokat az erővonalakat, amelyek tulajdonképpen a vizsgálódásunk tárgyává merülnek. Ha most belegondolunk abba, hogy itt van az iránytűnk. Az iránytűnk, először elhelyeztünk az iránytűnket a vezeték alatt, és ebben az esetben úgy helyezkedett el, hogy az egyik irányba állt be, a vezeték fölött pedig a másik irányba. Próbáljuk megérteni, hogy mit is látunk. A vasreszelékek úgynevezett mágneses erővonalakat fognak fölrajzolni. Ez azt jelenti, hogy ha lenne mágneses monopólus, akkor ezek az erővonalak mentén mozognának. Nézzük meg az erővonalak milyenek. Az erővonalak koncentrikus körök, és a koncentrikus köröknek van egy úgynevezett körbejárási iránya. A körbejárási irányt úgy tudjuk megállapítani, hogy a hüvelykujjunk, a jobb hüvelykujjunk irányába folyatjuk az áramot, és a körbejárás iránya pedig pontosan az ujjunk mutatja meg. Tehát, hogyha például befelé folyik az áram, a papír síkjára befelé, vagy a tábla síkjára befelé, akkor a körbejárás iránya óramutató járásának megfelelő lesz. Ezért aztán észrevehetjük, hogy az erővonalaink a vezeték alatt és a vezeték fölött pont ellenkező irányba mutatnak. Ezt láttuk akkor, amikor az iránytűt a vezeték alul, a vezeték fölé helyeztük el. Nos, azt is megtehetjük, hogy megpróbáljuk megérteni, hogy az elektromos és a mágneses erővonalak, általában az erővonalak mit mondanak meg számunkra, milyen tulajdonságuk van. Ugye az erővonal már önmagában benne van az a szó, hogy erő. Tehát erőből származtatjuk, egy úgynevezett erőteret fog ez az erővonal leírni. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogyha egy adott pontban elhelyezünk egy mágneses töltést, azt szeretném kihangsúlyozni, hogy végig mágneses töltéseket fogok néha mondani, de tudom, egész biztosan vagyok benne, sőt, meggyőződésem, hogy mágneses töltés így önmagában nincs. Mindig mágneses dipólusokról kéne beszéljek. Itt az elején, amikor a fogalmat bevezetjük, akkor egy picit engedjük meg magunknak, hogy mágneses pólus beszélünk. Abban az esetben, ha lenne mágneses pólus, akkor ez a pólus szépen körbe-körbe menne ezen az elektromos, bocsánat, ez az erővonalon. Van erre egy nagyon jó kísérlet, amit 1823-ban Hans Christian, Faraday mutatott be. Az eszközt behoztam ide a szobába, és igazából csak egyetlen egy ok miatt nem mutatom be, mert 24 kg higany kéne bele, tehát idáig kéne föltölteni ezt az üvegedényt. Én annyit tudok mondani, hogy a honlapomra valaki ellátogat, akkor a Faraday Motor című kisfilmet töltse le és nézze meg. Én nem mernék ide behozni 24 kg higany, mert az nagyobb bűncselekmény, mint ha itt végig dohányoznék. Tehát én azt gondolom, mindenki ezt megérti. Egyébként a film elkészült, és azért készült el, pontosan, hogy itt az előadáson ne kelljen ezt bemutatni, hanem ma már nagyon modern módon az internetről le lehet tölteni. Tehát
A kísérletben egyébként, hogyha valaki a kísérletet majd megnézi, a következőt lehet majd megfigyelni. Van egy olyan edényünk, amelyet ha higannyal megtöltünk, az edény aljának közepére ide be van téve egy mágnesrúd. Ennek a mágnesrúdnak az egyik fele északi, a másik fele déli, és akkor, amikor majd a kísérletünkben megtöltjük higannyal, akkor ez úgy fog állni, mint egy pecásnak az úszója, pontosan függőlegesen az edény közepében. Ha most áramot folyatunk keresztül úgy, hogy és ezért kell a higany, hogy áramot tudjunk ebben a kísérleti eszközben folyatni, az áram folyatása pedig úgy fog történni, hogy ezen a drótpálcán keresztül bevezetjük, és akkor a drótpálca körül kialakul ez a mágneses erővonalkép, az erőtér, és akkor ez az északi pólus, ez szépen fogja magát, és így körbe-körbe járja ezt a árammal átjárt vezetőt. A kísérletben addig ügyeskedünk, és ezt hozzáteszem, amíg egy dipólusból valahogy egy mágneses monopólusként viselkedő eszközt csinálunk. Ha belegondolunk abba, hogy egy nagyon hosszú dipólusunk van, annak a nagyon hosszú dipólusnak az egyik végét kellően távol tartjuk ettől a vezetéktől, és lekötözzük az aljára, a másik vége viszonylag szabadon és könnyedén el fog tudni mozdulni, így már érthető az, hogy amikor bekapcsoljuk, akkor az egyenáram hatására koncentrikus körökön fog vonulni végig ez a mágneses, monopólusként viselkedő mágnesrúdnak az egyik vége. Ugye azt hiszem, ez teljesen világos. Ez egy kicsit bonyolult és nehéz dolog, tehát én amikor az elektromos árammal kapcsolatos kísérletekben gondolkodtam, akkor azt gondoltam és azt tartom fontosnak, hogy aki még az elektromos árammal nem ismerkedett meg, akkor két dolog szokta általában az embereknek a megismerkedését zavarni. Aki már találkozott az elektromos árammal, akarom mondani, hogy megrázta az áram, az rohadtul nem akar érdeklődni. Aki pedig nem találkozott vele, nehezen tudja elképzelni. Tanítottam egyszer egy általános iskolában egy rövidebb ideig valakit helyettesíteni egy 2,5 héten keresztül, és akkor elmentem, és próbáltam ott mondani dolgokat, és mondtam a gyerekeknek, hogy itt van egy darab drót, mintha ezt itt néznénk, és mondom, hát el kell csak képzelni, hogy itt benne mennek az elektronok. És azt mondja, ott belül elvágta a kisfiú a drótot egy ilyen ollóval, és azt mondta, de hát nincs is benne lyuk. Hát hogy megy ott benne? Hát és akkor itt kezdődött a dolog, hogy gondoljunk utána, hogy az elektronról ki az, aki el tudja képzelni, hogy mekkora. Én nekem még ez nem sikerült, tehát aki fölteszi a kezét, az nagy valószínűséggel tévedésben van. Tehát akkor, amikor az elektromos áramnak a főszereplőiről próbálunk beszélni, akkor nehezen tudunk konkrétumokat mondani, viszont a hatásait azt nagyon jól meg tudjuk mutatni. Tehát ott tartunk, hogy látjuk, hogy a mágneses viselkedés az elektromos áram környékén egy izgalmas, kutatandó téma. Nézzük meg, mi van akkor, hogyha egy másfajta elrendezésű drótot helyezzünk ebbe a vizsgált térbe. Ebben az esetben nézzük meg, hogy mi van akkor, hogy egy úgynevezett áramvezető hurokkal kísérletezünk. Az áramvezető hurok egy plexilemezbe van beletéve, a két kivezetését itt látjuk, és ennek a erőterét, ha megvizsgáljuk, akkor rövidesen látni fogjuk azt, hogy ezt is érdemes kísérletileg tanulmányozgatni, egyenletesen meghintjük vasreszelékkel, bekapcsolom az áramot, segítek egy kicsit a rendeződésben, és amint látjuk, a vasreszelék engedelmesen rendeződik, mégpedig úgy fog rendeződni, hogy gondoljuk el, hogy az egyik drót, az mondjuk legyen az egyik, ez egy befelé folyó áram, a másik drót, ez a másik, ez pedig egy kifelé folyó áram. A befelé folyó áramnak a mágneses teréről az előbb már tudjuk, hogy ebbe az irányba fog körbe menni, és egy koncentrikus köröket ad. A másik ugyanezt adja, csak épp ellenkező irányba. Az eredmény, szerintem mindenki látja, pontosan ez az. Tehát a Newton-féle mechanikának az elvét, a hatások összeadásának elvét, ha alkalmazzuk, akkor gyönyörűen kialakul ez a rész. Nézzük meg, hogy mit lehet, milyen kísérletet lehet ennek kapcsán megmutatni az erőhatások segítségével, tehát az erővonalképet látjuk, és akkor nézzük meg, hogy milyen hatást fogunk tudni ezzel kapcsolatosan bemutatni. Ezeket szépen eltoljuk.
van nekünk egy olyan áramvezető keretünk, ez az áramvezető keret, amely függőleges tengely körül van csapágyazva, nagyon könnyedén tud elmozdulni, és benne áramot tudunk folyatni vagy ebbe az irányba, vagy ennek iránynak éppen az ellenkező irányában. Akkor, amikor ebbe az áramvezető keretbe, amelyet nézzétek meg, részből készítettünk, jó vezetőképességű részdrótból, behelyezünk egy mágnest, semmiféle kölcsönhatás nem történik. Abban az esetben, hogyha bekapcsoljuk az áramot, akkor pedig meg tudjuk tenni azt, hogy ez együtt tudjuk forgatni a vas, tehát pontosabban a mágnesünket, ha forgatom, vele együtt fog forogni a vezető keret. Nézzük meg, hogyan is lehet ezt a dolgot megérteni. Akkor, amikor egy ilyen rúdmágnesnek megnézzük, hogy milyen mágneses tere van, akkor azt lehet mondani, hogy ebben a részben párhuzamosan futnak a mágneses erővonalak. Ha ezt ide behelyezzük, akkor ezzel a mágneses erővonalakkal párhuzamosan folyó mágnes fogunk kapni, ilyenkor mozgást nem találunk. Ha egy egész kicsit én elfordítom, akkor ez a mágneses tér, meg ez a mágneses tér között lesz egy szögelfordulás, és ez a szögelfordulás, ez egy nyomatékot fog produkálni, ennek a nyomatéknak a hatására fog a keretünk megmozdulni. Nézzük meg még egyszer, tehát beteszem, most még áram nem folyik, bekapcsolom, és ahogy elkezdem forgatni a mágnest, akkor szépen vele együtt forog a vezető keret. Ha most megforgatom a mágnest, akkor egy darabig nem történik semmi, viszont egy egész kicsit kimozgatom, akkor egy 180 fokos fordulat után áll elő az egész dolog. Így tulajdonképpen arra fogunk tudni megválaszkodni, hogy mi az erővonalképnek az értelme, tehát az erővonalkép segítségével pontosan mit fogunk tudni megérteni. Ez a kísérlet, amit most itt az asztalon bemutattam, ez nem más, mint a villanymotorok működésének az elveje. Tehát ennek segítségével a villanymotorok működését lehet majd megérteni. Ha folytatjuk a kísérleteinket az erővonal képek segítségével, akkor a következőben ismét a szuperpozíció elvéhez folyamodjunk, és helyezzünk el egy áramvezető húrkot, nem is egyet, hanem rögtön hetet, és ennek a hét áramvezető húroknak a segítségével fogjuk fölrajzolni az úgynevezett egyenes tekercsnek, vagy szolenoidnak az erővonal képét. A szolenoid, illetve az egyenes tekercs, az egy nagyon gyakori alkalmazás, tehát akkor, amikor valaki mérnökké válik, és az elvekből eszközöket fog tervezni, eszközöket fog csinálni, akkor ezeket kell úgy ismerni, magabiztonsággal, hogy pontosan tudjunk ezek alapján eszközöket készíteni. Tehát akkor megint csak azt csinálom, hogy egyenletesen meghintem vasreszelékkel, és akkor fölhívnám a figyelmet arra, hogy az első kísérletünkben az összes átfolyó áram egyetlen egy darab dróton ment, a másodikon kettőn, ugye meg darab szerint le is tudjuk számolni kettőn, a harmadikon ugye kétszer 2x7, vagyis 14 darab drótunk van, vagyis 14 szereződik a hatás. Ennek eredményeként majd, amikor bekapcsolom az áramot, látjuk, hogy semmi szükség arra, hogy kocogtatással segítsük a rendeződést, hiszen ez lényegesen erősebb hatás, hiszen a hatásokat szépen meg tudjuk sokszorozni, éppen meg tudjuk 14 szerezni. Nézzük meg, hogy mit látunk. Ha megnézzük azt, akkor látjuk egy szolenoid, egy egyenes tekercsnek az erővonalképét. Látjuk, hogy kívülről nézve úgy viselkedik, mint egy mágnes, belülről pedig egy homogén mágneses teret látunk. Ez azt jelenti, hogy homogén lesz a mágneses tér, ha kellően távol vagyunk a mágnes, pontosabban a szolenoidunknak a végétől. Tehát akkor ez a következő, és amit szeretnék még mindenképpen megmutatni, az egy nagyon érdekes gyakorlati alkalmazás. Itt is nagyon sok tekercset fogunk megnézni, meg se számoltam, de az a lényege, hogy most a tekercsnek az alakja egy tóruszt fog kimetszeni a térből. Ez azt jelenti, hogy ha megnézzük, akkor a tekercseken belül, ez egy körkeresztmetszetű forgástest,
ezt toroidnak hívják ezt az elrendezést, ez az úgynevezett toroid tekercs. Egyébként az úszógumira hasonlít a mindennapi tárgyak közül talán legjobban. A toroid tekercsnek a legizgalmasabb tulajdonsága az, hogy a tórusznak a belsejéből nem lépnek ki az erővonalak, ezért egy nagyon jó hatásfokú tekercset fogunk tudni készíteni. Ha valaki megnézi ezt az elrendezést, akkor azt is mondhatja, hogy igen ám, csak hogy a toroid tekercsnek az elkészítése igen macerás. Nem tudom, hogy közületek volt-e már valaki, aki elgondolkodott, hogy hogyan kell tekercset csinálni. A hagyományos transformátoroknál viszonylag könnyű a dolgunk, mert van egy csévetest, a csévetestet befogják egy forgató szerkezetbe, és egy drótot kell csak fölcsévélni rá, ez nem egy bonyolult dolog. Amikor az ember egy toroid vasmagban kell, hogy rátekercselje ezeket a meneteket, akkor ezek a toroid vasmagban egész egyszerűen a spulnit át kell dugni, annyiszor, ahány menetes a tekercs, és hogyha nem jól számoljuk a dolgokat, akkor nem lesz meg az a menetszám, tehát igazából egy igazi, precíz mérnöki feladat az, hogy egy olyan eszközt csináljunk, ami úgynevezett toroid tekercseket tud csinálni. Persze most el tudom gondolni, hogy azok a lányok, akik még életükben nem láttak toroid tekercset, hogy mennyire érdekli őket ez a dolog. Azt szeretném elmondani, hogy átlagos tehát próbálok benneteket motiválni, egy átlagos számítógépben körülbelül 10 toroid tekercs minimum van. Tehát ez a legkevesebb, tehát hogyha valaki a számítástechnikáról nem akar lemondani, akkor azért figyeljen, mert gyakorlatilag gyakorlati alkalmazásokat mutatunk. Persze megtehetném, hogy kimegyek és hozok be egy ilyen toroid tekercset, de én azt gondolom, hogy ti vagytok annyira izgalmasan, vagy annyira érdeklődik, hogy ma biztos megnézitek az internet, hogy hogy néz ki egy toroid tekercs. Ígérjétek meg, jó, bólogassatok, és oké, megyünk tovább. A kísérleteinket úgy folytatjuk, hogy megnézzünk néhány olyan kísérletet, amik az erőhatásokkal fog foglalkozni. Azt már láttuk, hogy az iránytűt hogyan téríti el, azt már láttuk, hogy hogyan forgatja meg a vezető keretet. És nézzünk meg egy olyan kísérletet, amely az egy legalapabb kísérlet, és hát igazából azt mondom, hogy aki ezt nem látja, az nem is biztos, hogy meg fogja tudni rendesen tanulni az ide vonatkozó részeket. Így hát akkor nézzük meg ezt a kísérletet, amely kísérlet főszereplője ismételten az áramforrásunk, amely több 10 amperes áramot is tud biztosítani. Itt van egy vezetőkeret, ez a vezetőkeret, amely nagyon könnyedén tud elmozdulni, köszönhetően ennek a rugalmas felfüggesztésnek. Ezen kívül találunk még itt egy mágnest, egy nagyon erős mágnest, amely mágnesnek a pólusaira ferromágneses anyagokat tettünk. Ezek a ferromágneses anyagok olyanok, hogy nagyon jól vezetik magukban a mágneses erővonalakat, és ebben a hézagban, ahogy az ujjammal járok körbe, ebben a hézagban erős, homogén mágneses teret tudunk létrehozni. Abban az esetben, ha bekapcsoljuk az áramot, akkor azt fogjuk... Tehát ha bekapcsoljuk az áramot, azt fogjuk tapasztalni, hogy a vezető keretünk az oldalirányba kitér. Próbáljuk megnézni a magyarázatot, hogy miért. Függőleges a mágneses tér, erre pontosan merőleges lesz az áramnak az iránya, és hogyha megnézzük, hogy ez a függőleges tér egy mágnes, vagy egy vektorként írjuk le, erre pontosan merőleges lesz az áramirányunknak a vektora, és akkor erre a két vektorra merőleges, és velük egy jobbsodrású rendszert fog alkotni, az az erővektor, amely oldalirányba elmozdítja ezt a vezetéket. Ha megnézzük, akkor azt hiszem, ez nagyon szépen látszik. Még annyit érdemes megnézni, hogyha megcseréljük az áramirányt, vagyis ezt a két vezetéket fölcserélem, akkor meg fog fordulni az irány, és ebben az esetben a megforduló irány esetében meg fog fordulni az erőhatás is. Vagyis azt látjuk, hogy az áramirányának megfordításával pontosan ellenkező lett az erőhatás, amely kitérítette ezt a keretet. Tehát gyakorlatilag ez a kísérlet arra tanít meg minket, hogy mágneses térben pontosan milyen az erőhatás egy árammal átjárt vezetőre. A következő kísérlet azt próbálja meg körbejárni, hogy van nekünk egy vezetőnk, azt már láttuk, hogy milyen pontosan a vezetőnek a mágneses tere. Most van egy másik vezetőnk,
annak is van mágneses tere, és az az egy kérdés merül fel bennünk, hogy ez a két mágneses mező kölcsönhatnak-e. Nézzük meg, hogy pontosan mit látunk. Van két darab ahhoz hasonló vezetékünk, mint amit itt láttunk. Ezt a mágnest fogjuk majd helyettesíteni egy másik vezetővel. A kísérletben hozzákapcsoljuk a vezetéket az áramforráshoz, bekapcsoljuk, és azt látjuk, hogy a két vezeték az vonzza egymást. Nézzük meg még egyszer. Azt hiszem, hogy jól látszik, hogy vonzza egymást. Azért, hogy mindenki átlássa a dolgot, én egy egyszerű ábrát fogok rajzolni az elrendezésről. Ugye itt nem biztos, hogy mindenki átlátja a vezetékeket, hogy hogyan vannak kapcsolva. Itt van a két párhuzamos vezetőnk, ennek a két párhuzamos vezetőnek van mind a kettőnek két vége, vagyis négy vége van. És az egyik esetben úgy fogjuk kapcsolni, hogy ezt a két végét kapcsolom össze, és ebben az esetben az egyik vezetőben, ha ilyen az iránya az áramnak, akkor ennek ilyen iránya lesz. A másik esetben, ha pedig ebbe az irányba kapcsolom össze, így, akkor az ilyen irányú vezeték áram esetén a másikban pedig ilyen irányú lesz. Vagyis el tudjuk érni, hogy két párhuzamos áram van, és egy két párhuzamos, de ellentétes irányú, úgynevezett antiparallel áram van. Nézzük meg, hogyan lehet megnézni, hogy a kettő között mi a különbség. Föl fogjuk cserélni a két vezetéket. Ebben az esetben pedig azt látjuk, hogy taszítja egymást a két drót. Tehát nézzük meg, ebben az esetben taszítás van. A másik esetben, hogyha ezt fölcseréljük ezt a vezetéket, akkor pedig vonzást látunk a két drót között. A kérdés csak az, és általában a műegyetemen a fizika vizsgákon is az a kérdés, hogy vajon a paralell áramok, vagy az antiparallel áramok azok, amelyek vonzák egymást. Én azt tudom mondani, hogy van egy kísérleti eszköz, amelyet ha megmutatok, akkor egész biztosan erre emlékezve nem fogjátok sohasem eltéveszteni. Az eszköz pedig nagyon egyszerű, így néz ki, és ez is azok közé, az eszközök közé kész tartozik, amelyet nem fogunk itt bemutatni, hiszen ide megint csak higanyra lenne szükség. Ez egy olyan állvány, amely vezető, tehát fémből készült állvány, ebben rögzítettünk egy olyan csavarrugót, amely a saját súlyától tetemes megnyúlással bír. Ennek a csavarrugónak bele kéne érni ebbe az edénybe, amelyben higanyt kell elhelyezni, és a higany kivezetését pedig itt találjuk. Tehát erre a két pontra kell rákapcsolni az áramforrásunkat. Az áramforrásunk, amikor bekapcsoljuk, akkor vegyük észre, hogy itt a menetek mindegyik az előzővel képest párhuzamos lesz. És ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ha párhuzamos áramok vonzák egymást, már pedig ez történik, akkor ez a higanyban nyúló kis tekercs az áram hatására meg fog rövidülni, kihúzza magát a higanyból, megszakad az áram, és akkor utána, mivel az áram megszakad, megszűnik az áram hatás, akkor szépen visszamegy. És egy ilyen szaggatást fogunk látni, ami miatt én ezt nem mutatom be, hogy minden egyes megszaggatásnál keletkezik egy kis ív, és nagyon kellemes higanydús levegő. Tehát ezért nem szoktuk bemutatni. Ez a kísérlet is fönt van az oldalamon. Ha valakit ezek a kísérletek egyébként érdekelnek, akkor a fizipedia.bme.hu oldalt tudom ajánlani, ahol körülbelül 120 ilyen kísérletet még meg lehet nézni. Ez a kísérlet, meg a másik kísérlet is ott megtalálható. Tehát a stúdióba a higannyal bevonultunk és megcsináltuk a kísérletet. Tehát a párhuzamos áramok azok, amelyek vonzák egymást, tehát akkor az a két azonos irányba mutató áram. Ebben az esetben ugye meg fog rövidülni, és ennek megfelelően most már mindenki meg fogja tudni jegyezni azt, hogy a párhuzamos áramok vonzák egymást. Még egy kérdésem lenne, hogy mit gondoltok, hogyha ezt a két drótot teljesen véletlenül a másik oldalára raktam volna a tápecsének, ahol váltóáram van, vajon működött volna a kísérlet? Miért? Igen, ahogy mondod, tényleg a kísérlet így van, meg is fogjuk mutatni,
Tehát az a lényeg a dolgoknak, hogy amikor váltóárammal kísérletezünk, amikor ebben az irányban megfordul az áram, akkor fog pontosan megfordulni a másikban is. Tehát ez a kísérlet váltóárammal is bemutatható. Nézzük meg. Akkor ebben az esetben is ugye vonzzák egymást. Az egyik esetben, ha megcseréljük az áramirányát az egyik vezetékben, akkor pedig taszító kölcsönhatást fogunk látni. Egyébként, hogyha véletlenül valakit egy kis füstöt lát felszállni, az csak mind azért van, mert az elektromos áramnak hőhatása is van, és ezeken a vékony drótokon keresztül ez igen jól látható. Még egy érdekes kísérletet szeretnék megmutatni, pontosabban nem is az a lényeg ennek a kísérletnek, hogy érdekes, mondjuk inkább elgondolkodtatónak. Ez a kísérlet pedig úgy fogjuk megcsinálni, hogy van nekem, ami nem kell, azt szépen eltesszük, tehát van nekem itt egy állványom, ebbe az állványba be fogjuk fogni ezt a erős mágnest, így. Ezt a mágnest, hogyha kellően befogjuk ide, akkor már majdnem nyert ügyünk van a kísérlet szempontjából. Kell hozzá még egy erős tápegység, egy olyan, amit igen nagy áramot tud produkálni, és kell hozzá még egy hajlékony drót. Ez itt látható. Ezzel a dróttal fogunk most mi kísérletezni. A drótot, az egyik végét hozzá fogjuk tekerni az áramforráshoz, így. A másik végét pedig igyekszünk majd úgy lelógatni, hogy könnyedén, mondhatnám, hogy csak úgy simán, lazán lógjon itt lefelé. Azt hiszem, mindenki jól látja, hogy a mágnes mellett szabadon lelógó drót látszik, ami viszont kellemetlen, de azt hiszem, hogy ezt meg tudjuk oldani, mert minden, tehát meg kell a másik drót végét kicsit blankolni, én úgy emlékeztem, hogy ezt megblankoltam, de úgy látszik nem teljesen. Tehát akkor megpucoljuk ezt a vezetéket, és hozzákötjük ez a tápegységhez, így. No, tehát akkor a kísérletünk kezdődhet. Ebben a drótban erős áram fog folyni. Ez az áram egy mágnes terében fog folyni. Ha bekapcsoljuk, akkor azt látjuk, hogy ez ide szépen föltekeredik, és pontosan úgy fog föltekeredni, természetesen ez is melegszik. Ilyenkor egyébként, hogyha melegebb ez a drót, akkor sokkal könnyebben fog tudni hajolni. Meg fogjuk nézni, hogyha föltekeredik, így ebbe az irányba. Ha megfordítjuk az áramirányt, majdnem. Egy kicsit elszakadt ez a drót, de még mindig van egy kis darabka belőle. Jó. Azt szeretném megmutatni, ha megfordítjuk az áramirányt, akkor a drót feltekeredésének iránya is meg fog fordulni, és ennek eredményeként majd mindjárt teszünk egy megjegyzést. Egy észrevétel tehát az azt jelenti, hogy bekapcsolom, föltekeredik, átkapcsolom, akkor átfordul épp ellenkező irányba, és mindig abba az irányba fog föltekeredni, ahogy én szeretném. Ha valaki meg akarná ezt a kísérletet jól érteni, akkor arra kell gondolni, hogy a tekercs, amely kialakul a tekeredés következtében, mágneses tere pontosan ugyanolyan irányú lesz, mint a rúdmágnesünk tere. Ha megfordítjuk az áramirányt, akkor avval fog fordulni, hogy a jobb tekercs, mert a jobb menetes tekercsből balmenetes tekercs lesz. Bocsánat. Akkor megismételjük a kísérletet még egyszer. Természetesen annyit várunk, hogy kihűl a drót, mert azt nem feltétlenül akarom magam teljesen összeégetni. Tehát akkor kapcsoljuk be az áramot, föltekeredik, megfordítjuk az áramirányát, és akkor ellenkező irányba tekeredik föl, egyik irány, másik irány. Azt hiszem, ez szépen látszik. Kapcsoljuk ki, mert megint elkezdett égni a drót. Tehát igazából
A kísérletünk arról szól, hogy a mágneses térben, amelyik speciális mágneses tér, egy rúdmágnesnek a mágneses terében egy nagyon könnyen elmozdulni képes drótról kísérletezünk. Ez hogyan fog viselkedni? Hát úgy fog feltekeredni, hogy a mágnesnek a mágneses terét igyekszik erősíteni, tehát segíti azt. A kísérletekben, a következő kísérlet, amit én szeretnék megmutatni, megvan, tudom. Egy kicsit a másik irányba fogunk elmenni, az áramok közötti kölcsönhatást fogjuk megnézni, egy kicsit másféle módon. Egy kicsit áttérünk az indukció témakörébe. Az eszközünk az úgynevezett Thomson-féle ágyú, vagy lencágyú, kinek melyik változata tetszik. Az eszközünk egy tekercs. Ez a tekercs váltakozó árammal fogjuk megtáplálni ezt a tekercset. A tekercsben, a tekercs környezetében, tehát váltakozó mágneses teret fogunk tudni létrehozni. A mágneses tér, amelyet létrehozunk ennek a tekercsnek a környezetében, az váltakozni fog. Pontosan olyan váltakozás lesz, amilyen a hálózati váltakozás. Ha ebbe beteszünk egy ilyen gyűrűt, akkor ebben a gyűrűben áram fog indukálódni, és hogy az indukált áram iránya milyen lesz a gerjesztő áram irányával, erről fog szólni most ez a kísérlet. Tehát az indukciós kísérletünk így kerül ebbe a részbe. Tehát ide elteszünk egy tekercset, egy egymenetes tekercset, és beállítjuk az áramerősséget, egész pontosan így, és akkor egy nyomógombbal tudjuk a kísérletünket elindítani, tehát itt valamilyen irányba fog folyni az áram, ugye az másodpercenként 50-szer változik. Ez az áram mágneses teret hoz létre, mivel ugye ez egy gyorsan változó mágneses tér, ezért ebben az egymenetes tekercsben áramot fog indukálni. Hogy az áram, az indukált áram iránya milyen, azt a kísérletből meglátjuk, megnyomom a gombot, és azt hiszem, szépen látszik, hogy a gyűrű az felugrik, vagyis akkor az indukciós kísérletünkben a gerjesztő áram és az indukált áram az éppen olyan, hogy taszítják egymást, vagyis akkor ebből rögtön meg is tudjuk mondani, hogy ezek antiparallel áramok lesznek, éppen ellenkező irányúak. És ha belegondoltok, Lenz törvényét, hogyha meg már tanultátok, vagy ha majd tanulni fogjátok, akkor emlékezzetek erre a kísérletre, hogy a Lenz törvény azt mondja, hogy az indukált áram irány mindig olyan, hogy az őt létrehozó hatást gyöngíteni igyekszik. Tehát, hogyha ennek mondjuk ebbe az irányba folyik keresztül a váltakozó áram abban az adott pillanatban, akkor pont vele ellenkező irányú lesz ebben indukálódó áram, és a kettő egymást taszítani fogja, vagyis rontani fogják egymást. A kísérletet természetesen megnézzük még egyszer, tehát zárom az áramkört, és azt hiszem, hogy jól láthatóan a gyűrűt kilövi. A fizika intézetben, amikor idáig el szoktunk jutni a kísérletekben, akkor mindig meg szoktam kérdezni a hallgatóságot, illetve el szoktam mondani az itt levelevőknek, hogy az évfolyamok belül a különböző karokon van egy nemes verseny. Ez a verseny arról szól, hogy kijön egy hallgató, aki az adott pillanatban a legerősebb hallgató, és megpróbálja üvegkújjával ezt így leszorítani. És akkor azt szoktuk mérni stopperről, hogy hány másodpercig tudja tartani, és akkor amelyik évfolyam a legerősebb, hát az a legerősebb évfolyamot viheti magával. Tehát én azt mondom, hogy ebben az évben vegyük bele ezt a versenyt is, tehát ezt az előadást a nemes versenybe, akkor aki úgy gondolja, hogy jó erőben van, és hajlandó egy kicsit kiállni a dolog, az egyszer jelentkezzen, jöjjön, ő volt az első, úgyhogy én nagyon néztem, hogy ki lesz az első. Az a kérésem, hogy egy picit maradjatok csöndbe, elmondok még egy dolgot, itt van egy másik gyűrű. Ez a másik gyűrű, hiába kapcsoltuk be az áramot, ez nem ugrott föl, még egy kicsit lazítsák, gyúrjál, jó? Tehát igen. Leszem, jól látszik, hogy ezt ki tudjuk lőni, ezt a másik gyűrűt pedig nem tudtuk kilőni, és te is jössz?
Én ide mutattam, de az a helyzet, hogy lehetséges, hogy már szemeim így keresztbe állnak. Na, de maradjál itt esetleg te is, jó? A kísérlet arról szól, hogy ez a második gyűrű, ez itt föl van metszve, tehát hogyha egy közelről megmutatom, akkor ez nem egy folytonos gyűrű, úgyhogy ebben áram nem tud folyni, indukált feszültségről beszélhetünk, amelyet itt a két vége között meg tudunk mérni, de indukált áram nem lesz, és az indukált áramnak lenne az a hatása. Akkor elkészültél, ugye? Igen. Úgy fogjuk csinálni, hogy ide lerakod így a két ujjadat, így. Amikor azt mondod, hogy most, maradjunk annyiba, hogy téged már nem akarlak itt látni, maradunk, egyet akartam kihívni, a 100%-ba túl teljesítettük, úgyhogy kérlek, ülj a helyedre, jó? Nincs harag, ugye? Oké. Na, tehát akkor úgy fogjuk csinálni, hogy én nyomom a gombot, te ide ráteszed a két hüvelykujjadat, és amikor nem bírod, akkor elveszed, és kész, fölugrik a dról. Rendben? Még annyit szeretnék mondani, annyit beszéljünk meg, akkor annyit tegyünk meg, hogy te majd méred az időt. Ott megy, van egy óra, annak látod a másodperc mutatóját? Oké, akkor tessék, nézd, hogy hány másodperc. Mehet? Mehet. Meg fog égni az ujjad, engedd már el. Az a helyzet, hogy a barátunk az elnézte a dolgot. Ugye nem arról szól a történet, hogy meddig lehet ezt tartani, addig, hogy ez meddig bírja, míg meg nem sül az ujja. Az itt ülőknek mutatom, és körbeadom, hogy tessék megnézni, hogy a barátunk nagyon bírta ezt. Tehát adjátok körbe, ez igen meleg, legalább 70 fokos, tehát igazából azt lehet mondani, hogy ő nagyon akart bizonyítani, de nem jött rá, hogy egy átverés áldozata. Most az az egy kérdésem van, köszönöm szépen, hogy jöttél. Meg akarod égetni az ujjadat? Akkor ülj le a helyedre, ha nem akarod megégetni. Jó, tehát valójában ezt a gyűrűt kérném vissza, a maradékát legalábbis. Tehát valójában, kérem vissza, jó, itt az első sor megnézte, hogy meleg. Megnézhetjük azt is, ha kísérletünkben úgy mondom, még van megfigyelni való, tehát akkor nézzük meg azt, hogy a kísérletünk miről szól. Ugye, amikor én zárom az áramot, és a toroid trafó még egész alacsonyra teszi az áramerősséget, akkor ez még nem emelkedik meg. Ha elkezdem az áramerősséget növelni, akkor egyszer csak fogja magát, ez a gyűrű szépen fogja, és emelkedik, és emelkedik, és végül is egy megadott áramerősségnél, egy megadott magasságban lebegni fog. Ugye ez úgy fog létrejönni, hogy a taszító áramok közötti kölcsönhatás, illetve a gravitáció egyensúlyánál fog megállni. Minél magasabbra megyünk, annál távolabb van a tekercstől, annál kisebb lesz a mágneses tér. Ha tovább növeljük az áramot, akkor persze egész magasra is föl lehet ezt emelni. Tehát nem csak kilőni lehet, hanem lehet ebben lebegtetni is. Ne feledjük el, hogy a lebegtetés során is áram indukálódik ebben a gyűrűben, meg a tekercsben, ezért ez melegedést fog létrehozni. Itt azért állok meg egy kicsit, mert hogyha valaki szereti a science fiction-t, megvárom még egy kicsit, befejezitek a szöveget. Tehát ha szeretitek a science fiction-t, akkor el lehet gondolkodni, hogy mit jelent például az, talán egy, inkább nem mondok, hogy melyik könyvben olvastam, de egy science fiction-ben olvastam, hogy és akkor megérkezett a bolygóhoz a rakéta, és a mágneses fékezőerővel szépen leszállt a bolygóra. Próbáljuk elgondolni, hogy hogy is történhetett ez. Ugye a bolygónak van tömegvonzása, a tömegvonzás miatt egy egyenletesen gyorsuló esemény lenne a talajtérés, hogyha nem tennénk más egyebet. Ha viszont tudjuk azt, hogy ilyen indukált árammal tudunk fékezni, akkor például megtehetjük azt, hogy is csináljam, bekapcsolom ezt az áramot, mondjuk így, jön a rakétánk, és akkor azt mondom, hogy egyre csökkenő árammal így szép lassan a rakétánkat így letesszük a földre, vagy a talajra. Ugye lehetne ez, és akkor azt hiszem, hogy van olyan fizikai kísérlet, ami ezt szépen megmutatta. Igen ám, csak hogy a következőt kell elgondolni. Ahhoz, hogy az áramot tudjuk szabályozni, akkor ez a Helmholtz-féle ágyú lesz maga a rakétánkra beépítve, hiszen azon tudunk áramot szabályozni. Vagyis akkor csak az a fontos, hogy egy olyan bolygóra akarjunk leszállni,
amelyben az indukált áram kellően nagy erősségű lehet, vagyis egy fémből készült bolygó, tehát a vezető felete jó. Én valószínű, hogy egy ilyen bolygóról nem szívesen szállnék le, de azt hiszem, hogy ezt mindenki majd hazafelé végig gondolhatja tovább. Tehát akkor az áramokkal kapcsolatosan ez a kísérlet, és akkor én azt gondolom, hogy a kísérletünk azok olyanok, hogy az áramokkal kapcsolatosan még egy úgynevezett vidám motivációs kísérletet mindenképpen szeretnék megmutatni. A kísérletünk fő kellékei, nagyon sokszor mutattam be, de abban reménykedem, hogy azért van még, aki nem látta ezt az eszközt. Ez egy olyan CD lejátszó, amelyet valamikor számítógéphez adtak, és ennek a CD lejátszónak a segítségével fogunk most egy kicsit játszogatni. Szóval a doboz, amiben látjátok ezt a CD lejátszót, az valamikor egy külső Winchesternek volt a tápegysége, valamikor a 90-es évek legelején, 92 környékén ez volt a fizikai intézetnek az egyik legnagyobb Winchesterre. Hogyha megnézitek, akkor méretileg ma is szép nagy lenne ez. Ha megnézitek, ekkora helyre fér be a Winchester, és a magassága sem volt csekély. Ez a Winchester akkoriban 200 watt teljesítmény zabált, amiben belegondoltok, hogy ma egy Winchester körülbelül mekkora áramot, mekkora teljesítményt vehet föl, és segítek nektek, minden bizonnyal láttatok már olyan Winchestert, amit csak az USB-be kell bedugni, és az USB-ből veszi az áramát is. Hát egy USB hub a legjobb tudomásom szerint 500 milliampernél több áramot nem ad le, 5 volton a kettőnek a szorzata nagyjából a teljesítményt behatárolja. Tehát, hogyha elgondolkodtok, akkor egy ilyen Winchester, amit ma használunk egy külső hubhoz hozzákapcsolva, akkor ugye ez 5 volt, szóval 500 milliamper, azt szerinted mennyi? Nálam van körülbelül 2,5 watt. Jó, tehát azért mondom, hogy a 2,5 wattos egy mai modern Winchester, ezek akár lehetnek akár 1 terabájtosak is. Ez a Winchester, amit 92-ben építettek, ez egy, gondoljatok utána, 256 megabájtos Winchester volt, ezen volt az intézetnek a levelező szervere, tehát a közel 100 embernek elég volt 256 megabájtnyi levél hely. Na most ugye, amikor ezt kiszuperálták, akkor azt mondtam, hogy ez a nagy tápegység, ez jó lesz nekem arra, hogy meghajtsak egy CD lejátszót, a CD lejátszó mellett pedig meghajtottunk egy tápegységet is, pontosabban egy olyat, ami egy autórádiónak a végfoka. Hát ebből építettük össze a dolgainkat, és akkor nézzük, hogy mi van még. Hát először is a CD-t össze kell kötni a rádiónak a végfokával, az mindenképpen kell, hogy működjön, így. Na most ezeket itt szépen elpakolgatom, hogy azért ezt a káoszt valahogy át lehessen majd látni. És akkor a hangszórók helyére ilyen tekercseket fogunk tenni. Itt van az egyik tekercs, itt van a másik tekercs. Ezek a tekercsek úgy készültek, hogy néhány menetet rátekercseltem valamire, és aztán utána azt rögzítettem, tehát a jobb és a bal csatorna. Amikor a kísérletet szépen elindítom, vagyis a CD lejátszót bekapcsoljuk, akkor itt egy folyamatos villogást kell tapasztalnunk egy LED-nél. Amikor ez így működik, akkor a zene, amit egyébként ez a CD lejátszó lejátszik, bocsánat, ezt elfelejtettem megmutatni nektek, tehát itt van egy zene CD, ezt a zene CD-t fogjuk lejátszani. Ez a zene CD pedig felerősített hanggal, a jobb csatorna és a bal csatorna található itt. Hát akkor ugye erről beszélünk, és akkor most az lesz a feladat, hogy valahogy ebből megpróbálunk hangot kicsikarni. Tehát az első dolog az lesz, hogy megnézzük, hogy az áram és a mágnes között milyen kölcsönhatás van. Az első dolog, amit meg fogunk nézni, az itt van egy mágnes.
ezt a mágnest fogom én ide mellé tenni, és ilyenkor azt hiszem, hogy talán lehet látni, hogy a mágnes az így lögdösi ezt a tekercset. Ahhoz, hogy ezt a lögdösést ezt érezhessük így, van egy ötletem, tehát itt is ezt lehet látni. Én az asztalra leteszem ezt a mágnest, és azt hiszem, hogy mindannyian jól halljátok, hogy az asztalnak a lapja az elkezdi kisugározni ezt a zenét. A közelülők azok jól hallják. A távolabb ülőknek pedig egy másik cselt fogunk bevetni. Egész pontosan nem is csel ez, hanem csak amit a fizika könyvben olvas az ember, annak az értelmezése, úgy is mondhatnánk, hogy szövegértés. Nézzétek meg, hogy ez egy olyan üreg, ami hangoknak a kiemelésére alkalmas, tehát egy rezonátor. Ennek a rezonátornak vegyük észre, hogy fémes vezetőből van az alja, tehát hogyha én most fogom ezt a mágnest, meg ezt a tekercset, ugye a mágnesünknek állandó mágneses tere van, a tekercsnek pedig változó mágneses tere van. A kettő együtt változó mágneses teret hoz létre. Ha a változó mágneses tér ebben áramokat fog indukálni, akkor az indukált áram ennek a taszításával jön létre, vagyis ez azt jelenti, hogy ennek elkezd rezegni, vagyis elkezd rezegtetni ennek az alját, és akkor így a hang jóval messzebb kisugározva is hallható lesz. Én azt nem mondtam, hogy ez hifi, de hogyan Mici Mackó mondaná, mellékesen megszólal. Tehát mindenképpen lehet mondani. Ha otthon valaki ezt meg akarja csinálni, és nincsenek meg ezek az eszközei, akkor meg lehet próbálni úgy is, hogy egy tejfölös edénynek az aljára ragasztotok egy piciny mágnest, arra tekertek, arra köré néhány menetet, és azt hozzárakjátok, mondjuk egy 50-100 menetet, hozzákapcsoljátok egy Walkmanhez, akkor gyakorlatilag egy jó kis fülhallgatót tudtok magatoknak építeni belőle. A következőkben az indukált árammal próbáljunk még egy keveset foglalkozni. Az indukált áram ma kapcsolatosan itt van egy tekercs, a tekercshez pedig egy hangszórót rögzítettem. Ezt a hangszórót mondjuk ide kitesszük ennek az oldalára. És hogyha a két tekercset egymáshoz közel teszem, akkor ugyancsak meg fog szólalni ez a zene. Ebben a tekercsben folyik az áram, a hangszórónak az árama. Amint láttátok, ezzel a tekercsel olyan mágneses teret fogunk létrehozni, amelynek a kivetítését megtettük az áramvezető hurok. És az áramvezető huroknak megfelelően alakul ki az a változó mágneses tér. Ebbe a változó mágneses térbe beteszünk egy tekercset, és akkor áramot fog benne indukálni, amely megszólaltatja a hangszórót. Hogy is mondjam csak, ugye látjátok már azt, hogy a két tekercs, ugye, tehát az egyik része, amelyik majd meg fog szólalni, meg a másik között semmiféle úgymond galvanikus, fémes kapcsolat nincs. Ami közöttük van, az az indukció, amelyet talán a legnehezebben tudunk mi fizikatanárok elmagyarázni. A következőkben ezt hagyjuk ezeket a kísérleteket. Én azt gondolom, hogy nézzünk egy kicsit más témára, a hullámok témakörébe szeretnélek elkalauzolni benneteket. Tehát akkor most a mágnesiktannal nagyjából végeztünk. Azokat az eszközöket, amelyek itt vannak, egy fél perc alatt én megpróbálom innen eldeportálni. És akkor a kísérleteinket folytathatjuk. Ne vidd messzire, mert még teszek rá dolgokat. Úgy. Jó, ide fogok jönni. Tudnál egy kicsit most hátrébb jönni? Aha. No, tehát akkor az első kísérlet, amivel fogunk dolgozni, az itt ez az eszköz lesz. Még egyelőre.
No. Tehát akkor az átrendezés után a hullámtanba, mielőtt belevágnánk, egy egész kicsit nézzünk a rezgéstannal kapcsolatosan egy jelenséget, és ez a jelenség pedig a rezonancia jelensége lesz. Az eszköz, ami itt a bemutató helyén van, tehát szeretném részleteiben bemutatni, hogy mit látunk. Ami számunkra most fontos, itt van két végén rögzítve ez berendezés, amely két rugó között egy sárga színű kis fából készült golyó van. Hogyha ezt a golyót a nyugalmi helyzetéből kitérítem és magára hagyom, akkor ezek rezgéseket fog végezni, egyenletes, úgymond harmonikus rezgőmozgást végez. Bocsánat, igen. Jó. Hát akkor ez egy egyenletes, tehát harmonikus rezgőmozgást fog végezni. Ez a harmonikus rezgőmozgás, hogyha valaki megkérdezi, hogy hogyan tudnánk igazolni, hogy ez harmonikus, akkor ebből a látványból nem következik. De ha valaki például hazamegy, és majd a videók felvételt így egy kockánként megállítja, és minden egyes kocka között tudjuk, hogy pontosan 200 másodperc telik el, és 200 másodpercenként mennyivel megy arrébb a videó kockán, vagy a videóképen ez a kis tömegpont, akkor tulajdonképpen a kitérés és az idővel egy harmonikus függvényt fog tudni felrajzolni. Ha ilyen a rezgés, akkor harmonikus rezgőmozgásnak fogjuk hívni. Abban az esetben lesz a rezgés harmonikus, hogyha ez a rugóerőtörvény pontosan olyan, amilyennek tanítjuk, vagyis egy egyenes arányosságot mutat, vagyis az F egyenlő mínusz D szer X alakú. Olyasmit mondtam, amit nem kellett volna, az első sor az most fog elmenni haza. Jól mondom? Nem? Akkor jó, tartsatok ki, én maradok. Tehát a lényege a dolgoknak az, ebben az esetben ez a rezgés, ez még minden bizonnyal harmonikus, majd hogyha egyre nagyobb és nagyobb, tágasabb és tágasabb rezgési amplitúdói rezgést vizsgálunk, egyszer csak elő fog fordulni majd az, amikor ez a rugó teljes egészében a menetei összeérnek, és akkor már a rugó erőtörvényünk vélhetően nem lesz ilyen alakú. Addig lesz igaz ez a mozgás. Azért beszéltünk erről az eszközről, mert ennek a rezgésnek a kényszerített változatával fogunk majd most foglalkozni. Itt van az eszközünknek egy további része, szerintem mindenki jól megfigyelheti, hogy ez az alsó rész itt, ez egy úgynevezett körhagyó. Ha szép lassan forgatom körbe ezt a villanymotort, akkor szerintem jól látszik az a rész, hogy itt egy excenter van beépítve ebbe a részbe. Ez az excenter ennek a karozaton, a rudazaton keresztül a rugónak az alsó pontját tudja mozgatni. Tehát, hogyha én ezt szép lassan tekergetem körbe, először a rugó alsó végét tartó pont elindul lefelé, majd jön fölfelé, és tulajdonképpen egy harmonikus rezgőmozgást fog végezni, és a harmonikus rezgőmozgásnak a tágasságát ennek az excenternek az excentricitása fogja adni. Vagyis akkor, amikor majd ezt a villanymotort be is fogom kapcsolni, akkor ennek a rezgésnek a tágassága mindig állandó lesz. Nézzük meg, hogyan kell ezt elképzelni. Először elindítjuk ezt a villanymotorunkat egészen kicsiny fordulatszámon, és megvárjuk, amíg ezen az egész kicsiny fordulatszámon állandósul a rezgésünk. És akkor megnézzük, hogy mi az első dolog, amit észre kell venni. Én mindig fogom a figyelmeteket irányítani, nincs más dolgotok, csak arra nézzetek, ahova mutatok. Először, amit érdemes megfigyelni az, hogyan mozog ez a golyó. Ez a golyó egészen kicsi amplitúdóval harmonikus rezgőmozgást végez, feltételezzük, hogy azért, mert hogy ezek a rugók még olyan kicsi megnyúlással bírnak, hogy még a rugóerőtörvényünk lineárisága még teljesül. Ha valaki meg tudja azt tenni, amit a kaméleonnak nem nehéz, az egyik szemét ide irányítja, a másikat pedig oda, akkor azt is látjuk, hogy a két test egyszerre mozog, vagyis úgy mondjuk mi fizikusok, hogy a két rezgés, ez a rezgés, amit rá akarunk kényszeríteni, és a ráadott válasz, azok fázisban vannak, vagyis a kettőnek a fázis helyzete az pontosan megegyezik. Nagyjából az amplitúdójuk is megegyezik. Ha most elkezdjük növelni a frekvenciát, a frekvencia az azt jelenti, hogy egyre gyorsabban és gyorsabban fogjuk járatni a motort,
egy másodperc alatt több és több rezgést fog végezni ez a test, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy ez a három dolog, az amplitúdó, a fázis helyzet, mi a harmadik? Maradjunk ennek kettőn. Tehát az amplitúdó és a fázis helyzet, ez folyamatosan ezt kell figyelnünk. Nézzük meg, hogyha elkezdem a frekvenciát növelni, akkor ugye először is látjuk, hogy a szaporaság az nagyobb lesz. Amikor a frekvencia egyre nagyobb, akkor egy darabig azt veszük észre, hogy az amplitúdó is nagyobb lesz. Ugyanis ennek az amplitúdójának már lényegesen nagyobb ez az amplitúdó. Ha tovább megyünk, akkor ez még jobban fog látszani. Azt hiszem, hogy ez nem kérdés, hogy ennél az amplitúdónál ez az amplitúdó lényegesen nagyobb. Vagyis el tudtuk érni azt, hogy egy rezonanciahoz közeli helyzetet hozunk. Ez még fokozható is. Ha jól megnézitek, most már a rugónk akkorákat nyúlik, hogy biztosan nem teljesül a rugóerőtörvénynek az a része, hogy ez most lineáris marad. És ahogy megnézitek, még nagyobb és nagyobb, egyszer csak, ha túlmegyünk ezen a frekvencián, ahelyett, hogy növekedne az amplitúdó, elkezd csökkenni. Folyamatosan figyeljük meg, hogy nagyobb és nagyobb lesz a frekvencia. Ahogy a frekvenciát növelem, egyszer csak azt veszük észre, az amplitúdó egyre kisebb és kisebb. Én egy pillanatra megállítom azért, hogy induljon ebből az állapotából, és ha most megvárjuk, hogy kialakuljon az egyensúlyi helyzet, akkor most megint érdemes megnézni azt, hogy a szemünk az egyiket, a felsőt nézzük, a másik az alsót, és tessék megnézni, hogy egymással szembe mozognak, vagyis ez alatt az idő alatt megfordult a fázis helyzet, ellenfázis alakult ki ezen test és ezen test között. Azt szeretném mondani, hogy akkor, amikor a rezonancia rész volt, akkor ugye senkinek nem jutott eszébe megnézni, hogy mi a fázis helyzet ez és ez között. Pedig én azt mondom, hogy szinte mindenki, aki itt van, tudnia kéne a fázis helyzetet tapasztalatból. Van-e valakinek ötlete, hogy a mindennapi életben, a kényszerrezgéseknél a fázis helyzetet hogyan tudjuk tapasztalati úton megszerezni? Hogyha majd most elmentek hazafelé. Ugye egy része fiú a látogatóknak, egy része meg lány. Általában meg lehet tenni, hogy főleg ebben a korban, hogy egy fiú meg egy lány kimegy egy parkba, a lány beül a hintába, és a fiú meg elkezdi lögdösni. Na most, ha azt szeretnénk, figyeljetek, várjatok, mert fontos dolgok. A kalandozás a fizika birodalmán belül maradjon, akár fiúról, akár lányról van szó. Tehát én azt gondolom, hogy azt szeretné a fiú elérni, hogy egyre nagyobb és nagyobb amplitúdóval kell meglengjen a leányzó a hintában. Megvárom, amíg kiszórakozzátok, mert fizikailag nagyon fontos jelenség van, akkor mikor kell a legnagyobb erőt kifejteni, amikor a legszélén van. Vagyis ebből, hogyha valaki ezt a gondolatot továbbfejti, akkor pontosan ilyenkor a fázishelyzet 90 fok lesz. Ugye, tehát ez azt jelenti, hogy pi félnél tartunk, ekkor lesz a legnagyobb, vagyis a hintázás fizikájában pontosan benne van, hogy az legnagyobb amplitúdó, vagy a rezonancia esetén a gerjesztés és a válasz között éppen 90 fok lesz a fázis helyzet. Ugye megjegyeztétek? Tehát, hogyha azt szeretnétek, hogy ezt a nagyobb és nagyobb lengésletek legyen, akkor mondjátok meg a fiúnak, hogy nem csak az kell, hogy nagyokat lökjön, hanem pont 90 fokkal eltérve a lengéséhez képest. Fejtse ki az erőt. Ugye ez teljesen világos. Na jó, akkor most ezek után meg fogjuk nézni, mit jelent az, hogy hullám. A hullámra biztosan mindenki érti azt, hogy egy rezgés tovaterjedése. Tehát akkor most azt fogjuk csinálni, hogy először is fogunk létrehozni egy hullámteret. Azért mondok ilyen csúnya szavakat, hogy mindenkinek, amikor kimegy, akkor majd barátságossá váljék ez a fogalom, hogy hullámtér. Tehát itt van nekünk egy olyan, idáig eljövök, jó? Tehát itt van nekünk egy olyan egydimenziós, rugalmas közegünk, amelyben majd a hullámok terjedését fogjuk tanulmányozni.
ez egy csavarrugó, és én azt hiszem, hogy nagyon jól látom, hogy ez valójában háromdimenziós, tehát így is van kiterjedése, meg így is, sőt, így meg még nagyobb. Csak azt mondom, hogy ez a leghosszabb kiterjedése, a másik kettőnél lényegesen nagyobb. Ezért, hogyha ennek az ilyen irányú, meg az ilyen irányú kiterjedésére azt mondjuk, hogy nulla, akkor nagyot nem fogunk tévedni a kísérleteink szempontjából. Tehát akkor az lesz, hogy itt van egy olyan közeg, ami egy rugóból alakult ki, egy rugalmas közeg. Ha én ebben egy zavart keltek, tessék megnézni, akkor ez a zavar, ez végig fog menni a hullámtéren, és a hullámtér végénről pedig vissza fog verődni. Most akkor nézzük meg, hogy pontosan ebből a kísérletből mit lehet megállapítani. Akkor, amikor én itt ráütök egyet, akkor itt keletkezik egy ilyen V betű alakú deformáció. Itt helyszínen, tehát valami ilyesmivel gondolkodjunk, így. És akkor ez fog szépen tovább terjedni abba az irányba. Amikor elérkezik a végére, onnan visszaverődik, és most megnézhetjük közösen, hogy hogyan verődik vissza. Tehát ami völgyként megy abba az irányba, az hegyként fog visszaverődni. Vagyis azon a fix megfogáson, tehát amikor ez a hullámtérnek a végét, amikor nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy itt egy fix merev megfogás van, az innen visszaverődő hullámok mindig ellenfázisba fognak visszaverődni. Mi az, amit meg tudunk mérni? Mindenképpen meg tudjuk mérni, hogy ettől a helytől milyen messze van a hullámtérnek a vége. Ha van kedvetek, akkor meg is fogjátok tudni mérni azt az időt, amíg innen a végéig elhalad a hullám. Ezt úgy lehet, hogy majd a videokamerának a képét megállítjátok, és leszámoljátok, hogy hány kocka, amíg innen oda elérkezik, és ugye minden kocka 200 másodperc. Nagyon egyszerű, tehát olyan egyszerű dolgaink vannak, ahhoz képest, hogy régen 200 másodperces felbontással senkinek nem adatott meg, hogy a fizika órát fel meg tudja ismételni. Tehát akkor az azt jelenti, hogyha tudjuk, hogy milyen hosszú a rugó, tudjuk, hogy mennyi idő alatt érkezik a másik végére, akkor azt is meg fogjuk tudni mondani, hogy a rugóban mekkora a terjedési sebessége, a zavar terjedési sebessége. Ugye ez világos, tehát a hullám terjedési sebessége nagyon fontos fogalom. Van egy másik dolog, lehet itt poénkodni is, ha például valakit megkérnék, hogy tegye ide az arcát így. Így. Aztán én elmegyek a másik végére oda, és én fogom, ebbe az irányba ütöm meg, akkor ez a rugó itt ütöttem meg, és ott ad neki egy pofont. Gondoljatok bele, egy nagyon szép bizonyíték arra, hogy a hullámban energia is terjed meg. Itt fejtjük be, itt tesszük be az energiát, és ott fejti ki a hatását. Tehát gyakorlatilag még egy olyan dolgot tudtunk meg, hogy a hullámban energia terjed, ha nagyon akarnánk, oda tehetnénk egy kis babát, itt megütöm, ott föllöki. Tehát ez mind-mind azt mutatja nekünk, hogy a hullámban energia terjed. Na most természetesen, ha fölteszi az ember a kérdést, hogy milyen típusú hullámok alakulhatnak ki, akkor azt is lehet mondani, hogy kialakulhat úgynevezett transzverzális hullám, amit látunk, ebbe az irányba függőlegesen rezeg minden egyes részecske, és abba az irányba terjed a hullám, a kettő egymásra merőleges, az ilyet transzverzális hullámnak hívjuk. Van egy lehetőség arra, gyere csak, vicces, gyere már gyorsan, hama-hama. Itt kéne megfogni ezt a hullámot, ezt a hullámteret, jó? Itt megfogod, és csak tartani kéne, így. Így. Na most akkor ugye azt fogjuk csinálni, hogy én itt összefogok három menetet, magára hagyom, és látjuk, hogy így is terjed hullám, jó lehet a rezgés állapot, és a haladás irány megegyezik. Megnézzük még egyszer. Ugye szerintem ez szépen látszik. A fizika kísérleteknek olyannak kell lenni, hogy nem csak a fizika tanárnak kell sikerülnie, tehát most kérlek, ismételd meg te, hogy neked is sikerül-e, az nagyon ügyes. Tehát azt kell lássuk, a fizika... Jó, ez neked szól, hajolj meg, létszél! Ugye a fizika kísérletektől elvárjuk azt, hogy mindenkinek pontosan ugyanúgy működjön, tehát nincsenek kiválasztott emberek a fizikában, hogy csak neki sikerül a kísérlet. Amit szeretnék elmondani, hogy egy ilyen egyszerű csavarrugó segítségével nagyon jól lehet kísérleteket bemutatni. Ugye az előbbi kísérletünkben itt van a hullám, amely transzverzálisan terjed. A longitudinálisat, légy szíves, mutasd be, még egyszer, nagyon nagy sikered volt az előbb is.
úgy is van. Azt hiszem mindenki látja, hogy ezekről beszélünk. Köszönöm szépen. Majd lesz még egy harmadik fajta hullám, amiről kicsit később fogunk beszélni. Most megnézzük azt, hogyha gerjesztünk hullámot, akkor erre a hullámra milyen válaszokat fog adni a közeg. Azt már biztos mindenki megfigyelhette, hogyha én ezt a villanymotort elkezdem körbe tekergetni, főleg, hogyha a leglényegesebb dolog az, a villanymotor tekergetése mellett, hogy átrakjuk az égszíjat oda, ahova kell, mert az égszíj nélkül ez nem fog működni. Tehát annyit kell csak megtennünk, hogy igen, tehát a villanymotorunkkal szép lassan körbe-körbe fogjuk tudni az egyik végét majd egy ilyen körhagyóval fogjuk tudni működtetni, tehát ez lesz a működése, így, vagyis egy körpályán fog mozogni a rugónknak a vége, a körpálya pedig úgy fogható fel, mint egy függőleges rezgés, meg egy vízszintes rezgésnek az összege. A kettő között éppen pi fél, ha úgy tetszik, 90 fok a fázistolás. Ha valakinek ez nem megy, akkor kénytelenek lesztek utána nézni. No, tehát az a lényeg, hogy itt úgynevezett cirkulárisan poláros hullámot fogunk majd gerjeszteni, és megnézzük, hogy ez a cirkulárisan polárosan gerjesztett hullám hogyan viselkedik. Ahhoz, hogy megértsük, hogy itt mi történik, egyik részről tudnunk kell, hogy a hullámnak van egy terjedési sebessége, és a végéről pedig egy visszaverődés. Nézzük meg, pontosan hogy történik. Az első kísérletünknek az első része az az lesz, hogy egy olyan rezgés állapot fog kialakulni, amelyben minden egyes rugó elem ugyanolyan rezgést fog végezni, kivéve az amplitudója. Tehát ha megállok itt, és az itt levő csavarrugónak megnézem, hogy körpályán mozog, amplitudója valamekkora, kicsit odébb jövök, az is körpályán mozog, és mindegyik ugyanabban a fázisban van. Tehát ha megyek, egyre nagyobb lesz az amplitudó, körülbelül itt a közepén lesz a legnagyobb tágasságú, nevezzük el ezt a helyet duzzadóhelynek. Ha haladunk tovább, akkor egyre csökken és csökken az amplitudó, míg nem a végén nulla lesz. Az ilyen helyeket pedig elnevezhetjük csomópontnak. No most, akkor, amikor megkérdezi valaki, hogy hogyan alakul ki ez a rezgés, vagy ez a hullámállapot ezen a csavarrugón, azt kell mondjuk, hogy az onnan érkező hullámok és az onnan visszaveredő hullámok egyesülnek, úgy mondjuk, hogy interferenciát hoznak létre, és ennek az interferenciának az eredménye. Vannak olyan helyek, ahol a tágasság nagy, ott a két hullám, az innen érkező hullám, meg a visszavert hullám erősíti egymást, és vannak olyan helyek, ahol pedig kioltják egymást. Na most általában nem biztos, hogy mindenki elhiszi, hogy ez így van. Éppen ezért haladjunk tovább, és megnézzük, hogy pontosan mit is lehet erre mondani. Ha a frekvenciát növeljük, akkor egyszer csak azt fogjuk látni, hogy már nem is ilyen szép ez a rezgés, hanem valami egészen zavaros állapot kezd kialakulni, és ebből a zavaros állapotból, ha haladunk tovább, kialakul egy másik állóhullám. Ez a másik állóhullám viszont nagyon érdekes, az előzőhöz képest, ugye két fél hullám alakult ki, itt van az egyik fél hullám körülbelül idáig, itt a másik fél hullám, és erre a fél hullámra pontosan elmondható, mint az előbb az egészre, hogy mindenki azonos fázisban van, ha elkezdjük vizsgálni, itt a közepén duzzadóhely van, itt pedig egy csomópont. Itt, ahol az előző hullámban csomópont, vagy duzzadóhely volt, itt most csomópont lett, és ha megkérdezi valaki, hogy hogyan lett ez a csomópont, azt kell mondjam, hogy az interferenciának a következtében. Az innen érkező hullám egy rezgés állapotot hoz itt létre, a visszavert hullám az is egy rezgés állapotot, és a két rezgés állapot ellenfázisban van, így alakul ki a csomópont. Ugye ez világos? Abban az esetben, ha változtatjuk majd a fordulatszámot, vagy ha úgy tetszik a rezgés frekvenciáját, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy ez a kioltás ez nem erre a helyre esik, hanem ez elkezd majd így vándorolni, oszcillálgatni. Nézzétek meg, most amit érdemes nézni, hogy ide helyezzétek a szemeteket erre a pontra, ahol a legkisebb az amplitúdó, a rugónak a közepén, és ha megnézitek, akkor azt fogjátok látni, hogy egyszer csak ez a rész ez elkezd jobbra-balra vándorolni, körülbelül majd most fog megnézni, nézzétek meg, hogy
elkezd vándorolni, a kioltás helye nem lesz állandó, és ennek eredményeként, ha még növeljük a frekvenciát, előbb-utóbb ki fog alakulni egy következő állóhullám a három fél hullámból. És most, ha megnézitek, egy, kettő, három fél hullám fér rá erre a teljes hullámtartományra. Először ráfért egy fél hullám, aztán kettő, most meg már három. Itt is egy csomópont, itt is egy csomópont, és három duzzadó hely. Úgy azt hiszem, ez teljesen világos. Ha megnézitek, akkor most azt fogom tenni, hogy növeljük a frekvenciát, és a frekvencia növelése közben a csomópontok rövidesen elkezdenek majd vándorolni, és akkor megint egy ilyen úgymond zavaros állapot alakul ki, és ez a zavaros állapot ez rövidesen letisztul, és mint látjátok, négy fél hullám van. Hogyha tovább haladunk, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy a félhullámok száma mindig egész szám, és azt is látjuk, hogy egyre nagyobb és nagyobb a fordulatszám, egyre nagyobb és nagyobb lesz a sebessége azoknak a rugóknak, amelyek itt a szemünk előtt forognak. Na most, hogyha megnézitek, akkor ennél a hullámnál már nagyon szépen látszanak, hogy egy, kettő, három, négy, öt fél hullám van. Ha föltesszük a kérdést, hogy hány fél hullámot lehet megtenni, akkor azt mondom, hogy azt kell megnézni, mi a legkisebb egység ebben a rugóban. Egy menet az egy egység, ha az egyik fönt van, a másik lent van, tovább nem tudunk menni. Tehát maximum annyi fél hullámot lehet kitalálni. Nézzünk még egy kicsivel nagyobb fordulatszámot, és akkor ennél a módusnál, vagy ha úgy tetszik, ennél az állóhullámnál megállunk egy picit, és akkor én megkérem a Gergő barátomat, hogy lesz szíves, ő az én mai napi segédem. Nagyon nagy szerep hárul rád, gyere Gergő! Kapsz egy ilyen rést, itt elmegyek melletted. Elmondom, mi lesz a te feladatod. Azt mondja, itt van egy-kettő fél hullám, meg még kettő, ide kéne megállnod majd, és akkor majd mondom, hogy mit fogunk csinálni. Mind a kettőnk kezében van egy rés. Ez a rés, ha összecsukjuk, pontosan elfér benne a csavarrugó. Először azt fogom csinálni, hogy a rést a csomópont környékén szép lassan, csöndesen összefogom. Most az lenne a kérésem, Zsolt, hozzád, hogy próbáljuk meg mutatni így hosszában az egészet. Az előbb nagyon jó képeket mutattál. Igen. Én szép lassan összecsukom ezt a részt, és azt kéne megnézni, hogy tőlem jobbra, vagyis ebben a tartományban, ami tehát tőlem jobbra van, akkor látjátok, hogy egy síkban rezeg a rugó. Most Gergő, az a kérdésem, hogy te is pont ugyanígy tedd be ezt a rugót, vagy ezt a rést, és akkor ez lenne a feladat, hogy így tartsad. Na most, itt minden egyes rugó körpályán megy. Úgy mondjuk, hogy a rezgés, amit végez, azon adott helyen cirkulárisan poláros. Itt ez egy síkban rezeg, tehát ez egy síkban beli rezgés, és a Gergőtől jobbra úgy szintén. Most én azt fogom tenni, hogy az én magam rését szép lassan függőlegesbe elfordítom, és amit nézzétek, hogy Gergőtől jobbra mit fogunk tapasztalni. Ugye azt látjátok, hogy tőlem balra cirkulárisan poláros hullám van, itt síkban poláros hullám, és a Gergőtől jobbra pedig egy kioltás. Ezt nagyon nézzétek meg, ez a polarizációnak a jelensége. Mechanikus hullámot polarizálgatunk, később, amikor majd a fénypolarizációjáról tanulunk, ezt nehéz lenne megmutatni így. Minden esetre azt hiszem, ez gyönyörűen látszik, Gergő, szép lassan tedd függőlegesbe, hogy lássuk a különböző helyeken elhelyezett eszközöknek a jelentőségét. Ez most egy kicsit kiesett a szinkronból, engedjük el. Jó, valószínűleg egy kicsit a motorunk elhangolódott. Egyel több fél hullám lett, de senkit ne zavarjon, a másodikhoz állják, kérlek. Ide, egyel, ott. Jó? Tehát akkor most beállítjuk ebbe az irányba. És akkor a Gergőnek lesz a feladat, hogy függőlegesből vízszintesbe teszi. Így,
lehet látni a kioltást a Gergőtől jobbra levő részbe. Ha én ezt elteszem vízszintesbe, akkor ott is meg fog jelenni a hullám. Azt hiszem, ez mindenki számára legyen emlékezetes pillanat a hullámok polarizációjával kapcsolatosan. Tehát azt láttuk, hogy a mechanikai hullámokból a transzverzális hullámoknak hogyan lehet polarizálni. Köszönöm szépen! A következőkben szeretnék egy olyan kísérletet bemutatni, ami longitudinális hullámokkal foglalkozik. A longitudinális hullámokra egy kísérletet engedjetek meg. A kísérletnek az a neve, hogy én azt a nevet adtam, hogy a hangtechnikusok réme. Ez a kísérletnek a neve. A kísérlet arról szól, hogy van két darab alumínium pálcánk, és ezzel a két alumínium pálcával fogunk rezgéseket létrehozni. Az alumínium pálcát rezgésbe úgy lehet hozni, hogy valami olyan anyaggal kenjük be az ujjunkat, jelen esetben én fenyőgyantát választottam, amelynek nagy a surlódási tényezőjében a tapadás és a csúszásiban a különbség. Nézzétek meg, itt van az ujjam, be van kenve, itt van egy egyszerű pálca. Ezt a pálcát, hogyha elkezdem... A helyzet az, hogy akkor elmesélem a történetet, hogy hogyan kapta ez a kísérlet ezt a nevet, ezt a rettenetes nevet. Egy előadást tartottam, ahol nagyon sokan voltak, megkérték, hogy legyen erősítés, már hangterem erősítés, és az előadásnak az első körülbelül egy órájában a hangtechnikus megszokta, hogy én egyenletes hangerővel beszélek, a kísérleteim olyan hangosak, amilyenek, és elbóbiskolt. Amikor jöttem ez a kísérlethez, és elkezdtem ezt így rezgetni, akkor a hangtechnikus az álmából fölkelt, és az összes potmétert lehúzta, és ennek eredményeként a hang nem maradt abba. Tehát igazából azt mondta, hogy ezzel fog álmodni, ezt ő maga mondta akkor. Na mindegy. Most akkor a következőt nézzük meg. Ebből a kísérletből annyit szeretnék még nektek kihozni, hogy mindenki értse, hogy mi történik. Rajzoljunk egy nagyon egyszerű ábrát. A kísérlet, ugye a húrok esetében úgy nézett ki, hogy az alapmódus úgy nézett ki, hogy a két végén csomópont volt, és a közepén pedig duzzadóhely volt. A pálcánk ebben pontosan ellentétes lesz, tehát a közepén lesz csomópont, és a végein lesz duzzadóhely, tehát egy olyan állóhullámot fogunk tudni kialakítani, amelynél a közepét kell megfogni, és a végeit kell gerjeszteni. Azt hiszem, ezt mindenki látja. A következő állóhullám pedig úgy fog létrejönni, emlékezzetek vissza, hogy a következő állóhullám két fél hullám volt a húr esetében. Esetünkben pedig úgy fog kinézni, hogy lesz egy negyed hullám, egy fél hullám és még egy negyed hullám, vagyis két fél hullám lesz. Ehhez annyit kell csak tegyünk, hogy megfogjuk a megfelelő helyen ezt a pálcát, és amint halljátok, egy magasabb frekvenciájú hangot hallunk, ugyancsak ennek megfelelően. Ugye mindenki kitalálhatja, hogy a következő fél hullám úgy alakul ki, hogy nem két fél hullám, hanem három fél hullám van. Itt is be van megfelelően jelölve. Közel jövök, hogy jó halljátok. Azt hiszem, hogy ez nagyon érdemes ezt megfigyelni. Mindenki, ki az, aki nem hallja? Meg kell, hogy mondjam, hogy én nem hallom, onnan tudom, hogy működik, mert süket vagyok magas hangokra. Onnan tudom, hogy működik, hogy nézem az arcokat, és amikor eltorzulnak, akkor tudom, hogy szól. Ez nem viccelek, én katonaságban lövészetni megsüketültem a magas hangokra. Annyit szeretnék még ezzel kapcsolatosan megmutatni, hogy hoztam egy másik pálcát, tehát nézzük meg, mi van akkor, hogyha a pálcánk valamivel rövidebb, ez egy 75 cm hosszúságú pálca, ez pedig egy 50 cm hosszúságú pálca, ennek ez az alaphangja, csak úgy emlékeztetésképpen ennek az alaphangja. Ez egy mélyebb hang volt, és hogyha ennek a magasabb frekvenciáját nézzük, akkor még azt is, látom, hogy azért szól, látom az arcokon. Tehát igazából ezek pedig olyan hullámok, hogyha valaki megnézni, hogy ebbe az irányba rezegnek, vagyis úgynevezett longitudinális hullámokat tudtunk létrehozni. Nem ennyire fájdalmas a következő állóhullámos kísérlet.
ehhez az állóhullámos kísérlethez az lenne a kérésem a stábhoz, hogy legyenek szívesek idejönni, mert itt fogok kísérletezni. Itt van hozzá olyan asztal, és akkor a kísérletünk főszereplője egy üveglemez lesz. Egy üveglemez. Az üveglemez alá tettem egy papírlapot azért csak, hogy jól lehessen látni. És akkor ezt az üveglemezt a közepénél fogva fogom rögzíteni. Tehát itt a közepénél, mégpedig a rögzítés úgy történik, hogy a közepét egy ilyen két darab parafa dugóval kialakított résszel. Na most, a lemezre sót fogok hinteni. Ez a só egyenletesen fogja a lemez beteríteni, és kezdődhet a kísérletünk. Most az lenne a kérésem, hogyha följebb tudnál jönni. Megvárom, amíg emelkedsz. Körülbelül így kéne rálátni. Addig, amíg ezeket a kísérleteket megteszik a fiúk a kamera fölemelésére, addig én meggyantázok egy vonót, és ennek a vonónak a segítségével szeretnék majd állóhullámokat létrehozni, most nem egy egydimenziós, hanem egy kétdimenziós felületen. Ezeket az ábrákat kladniféle porábráknak hívják, hogy miért pont... Tudok segíteni? Oké. Jó. Ez így teljesen hibátlan. No, tehát akkor ezt szeretnénk látni. Megvárjuk a Zsoltit, mert a Zsolti jó képet fog adni, akkor ott is jó kép lesz. Ebből is látjuk, hogy csak a Műegyetem Fizikai Intézetben, nem egy stúdióban, mert a stúdióban hát általában ennyi idő alatt már réges-rég kész kéne lenni, különben már kirúgták volna az operatőrt. De ez egy másik mozi, mint mondottam volt. Na, a kép az teljesen hibátlan. Én azt szeretném mondani, hogy a kísérletnek az lesz a feladata, hogy rendeznünk kell a sószemcséket. A sószemcséktől elvárjuk azt, hogy legyen olyan, hogy a négyzetalakú lemeznek az átlóira szeretnénk rendezni az összes sószemcsét. Megfogom a két élén, tehát a két átelembe levő sarkán, és a közepén pedig meghúzom a vonót. Azt hiszem, mindenki szépen látja azt, hogy a sószemcsék rendeződtek, és úgy helyezkednek el, hogy az üveglemez átlóin vannak ott gyülekeznek. Most próbáljuk megérteni, hogy mi lehet ennek a magyarázata. Nézzétek egy pillanatra ide. A lemezünk az a két szélét tekintve nyitottnak vehető, a közepén van lefogva, vagyis az azt jelenti, hogy itt van lefogva a lemez, hogyha az egydimenziós modellbe gondolkodunk, és akkor a szélei azok szabadon rezeketnek, hiszen itt volt a vonó. Na most gondolkodjunk, és mert rá fogunk jönni, hogy abban az esetben, hogyha úgy alakul ki az állóhullám, hogy nem a szélein, hanem itt például ezeken a részeken vannak olyan helyek, ahol nincs rezgés, akkor azon a helyen, ahol rezeg a lemez, odébb fogja lögdösni a sószemcséket, és azokra a helyekre fogja rendezni, ahol a rezgés amplitúdója közel nulla. Így alakulnak ki a csomó pontok helyett csomó vonalak, és ezeken a csomó vonalakon gyülekező sószemcsék fogják megmutatni nekünk, hogy milyen állóhullám alakult ki. Ha egy pillanatra ide nézünk, akkor azt lehet mondani, hogy ezen a helyen csomó pont indul, itt, ahol gerjesztettem, duzzadó hely van, tehát itt egy fél hullámot látunk, és ennek megfelelően alakul ki ez. Na most akkor próbáljuk meg úgy rendezni a hullámok segítségével a sószemcséket, hogy most az átlók helyet az oldalfelező merőlegesekre helyezzük. Ebben az esetben az oldalfelező merőlegeshez fogom tenni a hüvelykujjamat, és a csücskénél fogom gerjeszteni. Azt hiszem mindenki számára teljesen világos, főleg ha még egy kicsit elfordítom, akkor lehet látni, hogy ott van mind a négy ugye közepéből kiinduló oldalfelező merőleges meglátjuk, hiszen oda rendeződtek a sószemcsék. Azt szeretném mondani, hogy
Természetesen, ha van valaki olyan, aki itt azt követel, hogy egyszerre a kettőt szeretné látni, az átlókat és az oldalfelező merőlegeseket, akkor az ő kedvéért megpróbáljuk ezt is megcsinálni. Ehhez ismételten fizika tudásra van, egy kicsi fizika tudásra szükségünk, és nézzük meg azt, hogy hogyan kell ezt eltenni. Kellenek olyan helyek, ahol gerjeszteni fogunk, gerjeszteni mindig a vonóval fogunk. Ez azt jelenti, hogy egyik esetben gerjesztettük a közepét, a másik esetben a csücskét, tehát most ebben az esetben a kettő közötti felezőnél fogunk majd gerjeszteni, és a csücskét és az oldalfelezőt fogjuk majd lefogni az ujjaimmal, azt hiszem, ez szépen látszik. Ha itt meghúzom, mindenki számára egyértelműen látszik, hogy az oldalfelezők is és az átlók is meg vannak rajzolva. Ha valaki figyelt a kísérletezés közben, mind a három mintázathoz három különböző frekvenciájú hang tartozott, tehát igazából otthon, ha majd ezt végig gondoljátok, akkor meg lehet majd érteni mindazt, ami ezzel kapcsolatos. Én arra gondoltam, hogy most egy olyan kísérlet, köszönöm szépen, olyan kísérlet fog következni, ami az előadásomnak a legizgalmasabb része. Ez azért lesz izgalmas, én rohadtul izgulok, hogy sikerülni fog. Tehát majd meglátjátok, amiről szeretnék beszélni, az a fázis átalakulások témaköre, hogy ezeket jól tudjuk követni, egyrésztről videokamerával fogunk dolgozni, másrésztről pedig egy hőkamerával. Gergő barátom nem sokára fog hozni nekünk egy hőkamerát. Ez a hőkamera azt tudja, hogy hasonlóképpen olyan optikája van, mint a videokamerának, csak egy más tartományban, egy más frekvencia tartományban fog dolgozni, és ez a tartomány a hőmérsékletek tartományába esik, tehát az elektromágneses hullámok között a hőmérsékleti tartományba kerül. Először azt fogjuk megmutatni, Gergő, és akkor az lenne a kérésem, hogy mutassuk meg egy-két embert, hogy hogyan néz ki a környezetről. A kamerának a képével szeretnénk ismerkedni. És akkor itt hadd mondjam el, hogy a Hexium Kft. Volt az, aki kölcsön adta nekünk ezt a videokamerát. Az ő jóvoltukból tudjuk megcsinálni most ezt a kísérletet. Na. Tessék? Jó. Igenis. Tehát akkor még annyi van, hogy úgy csináltuk meg, hogy a kamerának nem túl nagy a képernyője. Hát egy ilyen viszonylag kicsiny képernyőt kéne néznünk. Egy szoftver és egy hardware segítségével ki fogjuk tudni ezt a képet vetíteni ide a képernyőre. Ha feltételezve elindul a komputerem. Szerintem pillanatokon belül el fog indulni. Sikerült. Szerintem igen. És akkor... Sikerült? Ha. Igazából a legfontosabb dolog a kísérletezés közben, hogy szemüveg legyen rajta, mert hát így 50 fölött már bizony kell a dolog. Tehát, akkor a hőkamerával fogunk kísérletezni. A hőkamera arra szolgál, hogy meg tudjuk mutatni a testeknek a hőmérsékletét. Nem csak azt fogjuk látni, hogy testnek mekkora a hőmérséklete, hanem azt is látni fogjuk, hogy milyen a hőmérséklet eloszlás. A kísérletünkben... Jó. Tehát amit fogunk látni, ennek a kamerának a képét, ha megnézzük, akkor igen, velünk szemben ezek a forró emberek ülnek. Annyit szeretnék elmondani, hogy ha megengeditek, irányítanám a figyelmeteket. Kérlek, az én arcomra állítsd rá, ez most nem azért, hogy engem kell nézni állandóan,
Ha meggondoljátok azt, akkor lehet látni, hogy milyen az arcon a hőelosztás. Egy nagyon egyszerű, fölteszem a szemüveget, és amint látjátok, a szemüvegnek egészen mások a hőtani viszonyai, tehát igazából, hogyha most még mutasd őket egy kicsit, hogy mindenki fölismeresse saját magát. Tehát ugye lehet látni, hogy hol vannak szemüvegesek, hol vannak nem szemüvegesek, és tulajdonképpen nagyon-nagyon érzékeny formában fogjuk tudni megmutatni a hőnek az eloszlását az adott képen. Az a helyzet, hogy van itt előttem egy pár papírlap, és ezt a papírlapot fogjuk most arra felhasználni, hogy az első hőkamerás kísérletünket bemutassuk. Le fogom tenni az asztalra a papírlapokat, és akkor nézzük meg a papírlapokról, mit látunk. Hát tulajdonképpen ott, ahol az előbb az ujjammal összecsippentettem, ott már látunk egy kis foltot, egy kis hőfoltot. Ide leteszem a kezemet, és itt tartom egy darabig. És még mindig tartom, azért tartom, mert szeretném azt, hogy átmelegedjék kellően. Na most, elveszem a kezemet, és akkor látjuk, hogy a papíron ott van a kezemnek a lenyomata. Ha elveszem a papírokat így egymás után, ha papír a papírt átmelegítette, és azt hiszem, hogy jól látható, hogy ott vannak azok a foltok, ugye, a kezemnek a foltjai, tehát igazából a papír hővezetésével kapcsolatosan látunk egy kísérletet. Azt is megláthatjuk, hogy hány papír mélységig tudtuk ilyen rövid idő alatt a kezemmel átmelegíteni ezeket a papírokat. Természetesen a kísérletek között, hát nem ilyeneket akarunk bemutatni elsősorban, hanem mindenképpen szeretnék megmutatni egy olyat. Ide fogok hozni egy nagy tápegységet, a tápegységbe bekötünk egy drótot, és megnézzük, hogy hogyan melegszik a drót a hőmérséklet hatására. Tehát én azt hiszem, hogy az lesz a legvidámabb, hogy erre a kísérletre emlékszik mindenki. És megnézzük, hogy ennek a gyűrűnek a melegedése hogyan történik. Az indukció hatására. Tehát. Akkor Gergő fölteszi a videókameránkat, tehát a hőkameránkat, és akkor a feladat az lesz, hogy ezt a gyűrűt kéne megmutatni. Ide teszem az ujjamat, hogy meg lehessen találni. Egyébként a viszonylag hideg háttérben elég nehezen lehet megtalálni, tehát akkor azt hiszem, mindenki szépen láthatja, hogy a gyűrű az jelen pillanatban nem látszik. Most én azt fogom tenni, hogy beállítom valamekkor a teljesítményűre, az ujjammal lefogom ezt a gyűrűt, megnyomom a részt, és akkor fogjuk látni, hogy hogyan melegszik. Szóval jó meleg már. Ha megnézzük, akkor ide fölállítom ezt a gyűrűt. A videokamerán meg le lehet olvasni, hogy mekkorák a hőmérsékletek. A legmagasabb és a legkisebb hőmérséklet valahol itt a képernyőn látszik. 38,8 a legmagasabb hőmérséklet. Itt ezen a részen látszik itt. Tehát ennyi idő alatt ennyit melegedést tudtunk produkálni. Tehát gyakorlatilag ezekkel a videokamerával, ebben a speciális termokamerával nagyon sok dolgot tudunk követni. Amit viszont szeretnék mindenképpen megmutatni, egy nagyon régi vágyam, és egy számomra nagyon, hogy is mondjam, fontos szerepet játszik a kísérletezésben. A fázisváltozások környéki hőmérsékletváltozás. A fázisváltozás az azt jelenti, hogy egy test megváltoztatja a halmazállapotát, és a halmazállapot változáskor adott esetben jöhet létre hőmérsékletváltozás. Itt van a kezemben két kis párnácska, ezeket a párnácskákat minden bizonnyal jól ismeritek. Ezek úgynevezett nátriumacetáttal vannak megtöltve. A kérésem az, hogy egy picit, ha lehet, figyeljetek, mert a
kísérlet, én azt gondolom, ez egy legizgalmasabb kísérlet jön. Ezt a kis nátriumacetát párnát, ha egész közelről meg tudjuk mutatni, akkor az fog történni, bocsánat Zsolti, ide a párnára. Szeretnénk belelátni a párnába először. Igen. Tehát akkor azt lehet látni, hogy ebben egy ilyen folyadékszerű anyag van. Tehát úgy tudjuk majd megmutatni, hogy ez a párnácska, ez folyadék, hogy egész egyszerűen így a nyomogatással lehet látni, hogy egy folyadékkal van tele. Most megmutatom a hőkamera számára, és a hőkamera mindenképpen jól láthatóan hidegnek mutatja. Van ebben a nátriumacetát párnácskában egy piciny fém, amelyet, hogyha megpattintok, akkor elindítja a kristályosodást, és amit fontosnak tartok, és akkor érdemes odafigyelni erre a jelenségre, erre a kísérletre, az fog történni, hogy a nátriumacetát megolvasztása jóval nagyobb hőmérsékleten történik, mint a szobahőmérséklet. Amikor hagyjuk lehűlni, úgymond túlhűlés jelensége jön létre, ebben az esetben a szobahőmérsékleten is még folyadék halmazállapotú a nátriumacetát. Akkor, amikor elkezdődik a kristályosodás csak egy megadott hőmérsékleten történhet, tehát igazából azt várjuk, hogy a nátriumacetátunk ezen a viselkedése révén elkezd majd megmelegedni. Tehát itt megfogom, megpattintom, és nézzétek meg, hogyan kristályosodik a nátriumacetát, hogyan melegszik, ahogyan a hőmérséklet emelkedik, ott pontosan ott láthatjuk jól a kristályosodást. Azt hiszem, mindenki szépen látja, akár azon a képen, akár nem tudom, hogy melyik van a hátam mögött, vagy igen, az mindig ugyanaz van. Ha most valaki megnézni, akkor ez az anyag, ez már teljesen szilárd. Tehát ez már nem olyan könnyedén alakítható, itt egyébként poralakban van. Minden esetre nézzétek meg, ezt a jelenséget lehet kihasználni arra, hogy akár a legvadabb hidegben is egy táskában egy ilyet tart az ember, ami folyadékhalmazállapotú, és ha elfágyott a keze, akkor fogja és így megmelengeti. Itt az első sor kedvéért, ezt ide körbeadom, hogy nézzétek meg, hogy azért ezzel a legvadabb hidegekben kellemes meleget lehet csinálni. Én hoztam még egy párnácskát, megnézhetjük a kísérletet még egyszer. Nézzétek meg, ez egy ilyen aranyos, mosolygós hóember kinézetű, és akkor ezt a párnácskát, amit látjátok, ilyen kékszínű itt a hátam mögött, amit érdemes megnézni, hogy megpattintom, a pattintás hatására elindul a fázis átalakulás, és láthatjátok azt, hogy hogyan növekedik a kristály, hogyan emelkedik a hőmérséklete a párnácskának erre a hőfokra. Amint látjátok, a kristályosodás már megtörtént, ez már olyan, hogy kopogtatni lehet rajta, olyan kemény. Eddig pedig ez hát igaz, a folyadék halmaz állapotú volt. És akkor most szeretném kérni egy picit a türelmeteket, ugyanis előkészítettem egy olyan kísérletet, amely egy ilyen nátriumacetát nem párnában van, hanem így szabad téren meg fogom tudni nektek mutatni. Be kell menjek a szobámba, és most fogom onnan előhozni, mert ez viszont nagyon kényes arra, hogy abban a pillanatban, ha az ember rosszul nyúl hozzá, akkor az egész megkeményedik, és ezt most szeretnénk videokamerával és hőkamerával együtt bemutatni. Igen? Mennyi lesz ez még kb.? Csak hogy cseréljünk-e? Nem, szerintem 5 percen belül vagyunk. Kapcsolt fel a villanyt, kérlek. Ennyi. No, tehát akkor itt is vagyok. Akkor az eszközök, amik előttem láthatók. Itt van egy edény. Ennek az edénynek az lesz a feladata, hogy ebbe fogom beleönteni a folyadék nátriumacetátot. A nátriumacetátot előzetesen egy folyadékfürdőben fölhevítettem, és most ez folyadékhalmaz állapotú. Fogjuk látni, elmondom a kísérletben, mit szeretnék megmutatni, és mindenképpen az lenne a feladat, hogy mindenki tudja, hogy hova kell nézni.
A nátrium acetátot körülbelül ebből a magasságból fogom beleönteni ebbe a tányérba. A tányérba érkezés pillanatában egy mechanikai hatás hatására fog elindulni a kristályosodás. Lefagyott? Az a helyzet, hogy ezt megbeszéltem a Gergővel, hogy fagyassza le, de csak azért, hogy végig tudjam beszélni a dumát. Ne kapkodjál, jó? Na, tehát akkor még egyszer szeretném, hogyha egy picit figyelnétek, ez az utolsó kísérlet, és elmondom pontosan, mit fogunk látni. Ebben az edényben folyadék állapotban van nátriumacetát. A nátriumacetátot körülbelül a 60-70 centi magasságról fogom leönteni egy edénybe. Amikor az edénybe beleérkezik, akkor koppanni fog egyet, ez fogja a mechanikai stresszt kiváltani, ez a koppanás fogja elindítani a kristályosodás folyamatát. Ekkor meg lehet tenni, hogy megnézzük azt, hogy a folyadék, amelyiket elindítunk innen fölülről, még szobahőmérsékletű, megnézhetjük, hogy hogy alakul a hőmérséklet a folyamat során. Valami gond van? Szerintem indítsuk az egészet. Bocsánat, sokkal olcsóbban jövünk, az egészet újraindítjuk, nem, Gergő? Igen. Szabad? Ja. Szabad? Elnézéseket kérem, vannak ilyen dolgok, amikor... Igen, várjál kicsit. Most már próbáltam. Akkor nyomjuk meg. Jó. Így elindítjuk. Tessék? Atya Úristen! Hát én most, az az igazság, hogy ha most nem dőlök a kardomba, akkor soha. Attól, hogy levettem a tetén, de mindenképpen érdemes megnézni, hogy itt van ez a folyadék. Ha megfogjátok, hát a legnagyobb bánatomra ez nem sikerült. Na jó. Akkor annyit ígéretként hadd tegyek meg, hogy jövőre biztosan be fogom mutatni ezt a kísérletet. Hát ez van. Hölgyeim és uraim, kedves gyerekek, nagyon köszönöm, hogy eljöttetek végig, izgultátok el ezt a kísérletet. Ez van. Lenne egy kérésem. Egy kérésem lenne. Jó. Hát le. Köszönöm szépen. Egy kérésem lenne csak annyi, hogy akik a tehetséggondozáson részt vettek, azoktól az utolsó momentumként egy kérdővel szeretnénk kitöltetni, ők jöjjenek ide, itt vannak a papírok. Köszönöm szépen!